Oh,
has decked thee. Oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Elvis.
Sziasztok srácok, mindjárt lesz fény, meg minden, csak a Discorddal kellett cseszködni, mert egy hülye gyerek nem tud nyugodni, és nem tudtam, hogyan tudom ignorálni, úgyhogy mindjárt lesz másik villany is, addig még borzalmas a kép. Kellett volna a negyed óra szünet. Mert nem gondoltam, hogy kezdés előtt jön egy hülye gyerek konkrétan. Na mindegy, ezt engedjétek el srácok, mindjárt kezdünk. Te engedd el. Én nyugodt vagyok. Ha ideges lennék, akkor eléggé csúnyában fogalmaztam volna. Csak hogy nem tudom, hogy kell kitenni ezt Discordon, nem is értem, miért nem ajánlotta fel ez a szutyok. Na, hát akkor Plektér Requiem, úgyis patkányok közé megyünk, az első patkány kiszökött a játékból, gyerekek. Meglátjuk, hogy mennyi patkányba botlunk még a mai live-ba. Na, mindjárt kaptok egy játékfelvételt, amint elindulunk, illetve képet, hangot és szép délutánt kívánok. Itt van velünk Frogpati, Kira, Máté, Varnyú, Leon, Zsolt, Kira, UV, te ki vagy? Mármint, hogy látom, hogy tag vagy, csak hogy a ninja vagy, aki átírta a nevét, vagy ki bújik a te személyedben. Aztán Szárnyas lány is megérkezett, időben felébredtél a live-ra, hát még Jana is, meg én is, hát konkrétan. Szia, Tifi is itt van. Aztán Jack Sparrow is megjött, sziasztok, sziasztok. Igen, semmit nem néztem meg a játékból direkt, meg tudtam állni, egy végigjátszást nem láttam, minden full új, úgyhogy aki spoilerezik, az végleges bant kap, köszönjük. Miri Vargát is üdvözöljük. Voltam ma reggel IKEA-ban, hazaértem és kidőltem, mint a farönk. Mi pedig a Néprajzi Múzeumban voltunk. Tudom, ez ezen a csatornán nagyon furán hangzik, de komolyan ott voltunk. Tehát, hogy bármi meglepő, kulturálódtam egy kicsit. Játék kb. Miről szól? Az előzmény sztorit nagyon röviden, hogyha össze akarom foglalni. Jó a játék hang és az én hang. Potkány! Jönnek a potkányok, azt a potkányokat el kell égetni. Azt elégetett potkányok mellé jönnek a gonosz ellenfelek, meg van egy gonosz mágus, aki el akarta foglalni a birodalmat, de mi vagyunk a trónörökös, csak meghalt anyánk apánk, szétdarálták őket, nagyon jó, nem, de leszúrták, meg mit tudom én. Aztán elkaptunk valami fertőző vírust, a fertőző vírussal mi tudjuk irányítani a potkányokat, hogyha a fiú vagyunk, a lány pedig irányítja a fiút, aki az öccse. De hogyha az öcsénkre vigyázunk, sokszor olyan kalandokba keveredünk, ami problémát okoz, ezért több részen keresztül tudunk ezzel játszani. Aztán miután legyőztük a gonosz királyt, elnyerték a patkányok, akkor utána vettünk egy almát a piacon, azt elszekereztünk, azt mondtuk is, hogy biztos, hogy lesz folytatás. Hát lesz is folytatás, a Plektér Requiem, onnan folytatjuk, hogy Hugo az egyik szereplőnk, a másik az pedig Amícia, ha jól emlékszem, és akkor szegény kis Hugo beteg, nagyon-nagyon fostos állapotban van, mert az, mint a Naruto-ban az átok billog, meg le van jelölve, és akkor az ott fáj neki. Tehát, hogy így be szúr neki, már nem az énekes bebe a Back to Black-ba, hanem a fáj neki, meg minden, és akkor szar állapotban van. Megpróbáljuk különböző varázslöttyökkel, meg minden gyógyfűvel, meg hasonló dolgokba megmenteni az életét, és közben Amicirára is rátalált a szerelem, mert miért ne? És az egyik hím egyed felszedte Amíciát. Felszedte Amíciát, aztán, hogy már lesz-e baba, vagy hogy történt-e nemi aktus, azt nem tudjuk. Innen fogjuk folytatni a történést, hogy hát már nagykorú Amícia is valószínű, mert 16 körül volt az előzőbe, és akkor hát meglátjuk, hogy hogyan fogunk tovább menni a dolgokkal, mennyire térünk ide a love story romantikára, amellett, hogy a kisgyereket megmentjük, és tovább megyünk a birodalomba. Talán Franciaországba játszódott valahol, legalábbis francia katonákat csináltunk ki eleget. Na, röviden összefoglaltam. Aki lemaradt az előző 6 óra live-ra, amit tavaly tartottam belőle. Na, szia édeskert, pont időben. És üdvözlöm Janát, tehát nagyjából én így erre emlékszek. Igen, fostos állapot, jobbulást a betegeknek. Igen, és akkor innen fogjuk kezdeni, nagyon szép dizájn, nagyon szép grafika, és a két gyerek, illetve a plusz egy férfi egyed, aki önszántalból csatlakozott hozzánk, bár én nem hívtam. De volt valaki, aki meg megmentett minket, hogy a hátába dobtak egy rohadt nagy dárdát, mikor toltuk át a kocsit egyik helyről a másikra, vagy szekeret. Aztán, hogy azzal mi lett, arra már nem emlékszek, lehet, hogy kipurcant. Mert hogy voltak karakterek, akik elvesztek. Hát a háborúban ilyenek is vannak. Győztesek, vesztesek. Jó van, Tifi. Na,
Most, hogy átbeszéltük a rövid történéseket, van tiramisum házi. Tehát, hogy aki hiányolt, hogy tényleg live-okban ennem kell, akkor tessék. Én mit is üdvözlöm, azt hiszem, mintha láttam volna. Jana életében először csinált tiramisut, és nagyon finom. Itt a kávét szerelmem. Köszönöm. DKG, most mondtam el 10 percbe, kérlek pörges vissza, miről szól a játék? Mondd el egy szóba. Még egyszer? Mondd el egy szóba, mondom. Középkori pestis, varázslása. Nem ez a varázsszó. Hanem? Potkány. Potkány, potkány, a potkányról szól. Ennyi. De hogy amúgy, igen, középkorban játszódik, és nagyon mindjárt belekezdünk, jó? Aztán meglátod. Na, aztán kim van egy szavazás, hogy mit látnátok tőlem? Fifát? Kecske 3-at? Valami Disney-t? És a God of War. Tessék szavazni, srácok, az se kizárt, hogy mind a négy lesz, csak úgy érdekel. Na, akkor... Black Tail, Requiem, Mongufta Family csatorna, első felvonás, let's go! Controller. Én... Ja, nem mondtam, hogy azt fogom megvenni, ami a legtöbbet kapja, csak maximum abban a sorrendben kezdem el. Én elszomorodtam, hogy a Kecske 3 lesz. God of War, Disney, Wall-E, Gold Simulator és FIFA. Disneyről megírtam a problémákat. Igen, azt kéne megtudnom, hogy a problémák valósak-e PC-n is, vagy csak Switch-en. Mert a crash-elés az nem biztos, hogy ott is van. Jó a zene? Halljátok? Mert fontosak a háttérzajok, a zenék, meg úgy a patkányoknak a cincogása, az nagyon fontos. Most egy órán át a ködben nézünk. Vagy meg kéne nyomjak valamit. Vagy mi is becrasheltünk, és így lefagyunk. De nagyon szép ez a ködös hajó. Hajó, ha nem jó. Félő, hogy már amúgy ilyenkor a régen kellett volna indulni. PC-n Baxi tolta, na akkor majd megkérdezem tőle. Én úgy gondolom, hogy lefagytunk. Csodás. Ja, most tölti a patkányokat. Szerintem meg lefagyok. Jól indul a mai live. Akkor egy gyors restart, majd már egyszer egy próbatesztet én mentem, és már ilyenkor én rég játszottam. Látjátok? Olyan hideg van, még ez is leáll. Na, akkor még egyszer elindítjuk. Előbb-utóbb játszunk is. Utána néztem, és ahogy most nincs itt az a mongufta, aki mindig szokott izégetni engem, hogy játsszál már! Nincs itt? Most jogos lenne. De tényleg ezt szokta. Elkezdek Fortnite-nál beszélni. Mikor indítsad már? Lesz meccs? Indítsad! Na, újraindítom, jó? Játsszál már, edd a sütid! De ez végül is a tiramisu süti? Mert szerinted milyen ital? Olyan pudingos fagylaltszerű, csak nem fagyi. Egyébként... Desszert. Ott vagyunk már, törpapa? Igen. Gyerünk, Dave, játsszál már! Jó van, hagyjatok már! Amúgy egy könnyed, lágy desszert a téli éjszakában. A játék automatikus mentést használ, ne kapcsold ki az eszközt, ha ezt az ikont látod, mert ellepnek a patkányok. Na. Szeretném. Múkodjél már. Ja, lekapcsolt a kontrollerem. Múkodj. Úgy. Varázslat! Na, előbb eddig nem jutottunk el, mondtam, hogy kifagyott. Védelmező csomag. Vettem védelmező csomagot. Van benne vörös leány. Különleges festést kaptál nyílpuskához. Menj az extrák menübe. Akkor alapanyagok első munkanapodon kapsz egy szerszámot és néhány ócska vasat, hogy fejleszd a felszerelés. De jó nekem. Összes virág, amelyet Hugo a Black Tail Innocence című játékba gyűjtött, elérhető a kódexbe, tehát nem kell újra fölfedezni. A virágokat is fedezünk fel, azt elfelejtettem mondani. Nem csak a világot, hanem a virágot is felfedezzük. Tehát az extrák menübe azt mondta, hogy állítsuk be a piros nyílpuskát. Tessék! Ott van, nem akármi. De most én már rányomtam. Oké, új játék. Szerintem történet központú, nem fogok normálba menni, tapasztaltuk az előző évek folyamán, hogy nekem a könnyű is nehéz.
Na, most leborul a hajó, ellepik a patkányok. Na, a patkányok egy valamitől félnek, és az nem a ceca, a cicát szétépik. Hát volt olyan, hogy a patkány szétrágta a disznyót. Úgyhogy megölte a tehenet. Úgyhogy a tűztől félnek. Na, új nap alatt első rész. De, ez magyar. De kérlek, menj tovább, és ne itt, most ha megint kifagy gyerekek, akkor én megőrülök. Jó. Francia királyság. De még mindig nem írtátok, jó a hang? 1349. június, nem ma volt. Nincs is meg a FIFA. Mögötted van, amit Cia el akar kapni, jön a Yeti. Fuss tovább! Itt vannak hőseink, és üldöz minket egy vaddisznyó. Túl gyors! Vagy a Yeti. Megcsináljuk! Csináljuk meg! Ó, ne, egy torony! Ja, majd nagyobb átélése kéne. Közeledik! Átkozott bozoltos. Na, ez a férfiú egyed, aki belopta a szívébe magát Amiciának. Gyerünk, mágus, kapjál minket! Nyugi, kimeríted a gazvíz. Játszanak ilyen vovosat. Ez a te tornyod, ez gonosz. Jó, na, vovoznak. Ma élőben. Soha nem fárad el? Tényleg vissza kéne mennem tanulni. Na, ő meg még egyetemre jár. Ugyan már hosszú útunk volt, kérlek, anya azt mondta, hogy próbáljuk meg lefárasztani. Hát le kell fárasztani a gyereket, azt akkor alszik. Nézd, oda levél van a hajához, kiröhögi. Légy bátor, mágus, és harcod messze nem ért véget. Csoki ehetnékem van, gyere, van egy mások. Hosszú volt az út, muszáj kinyújtóztatni a lábad. Meg masszírozzad is meg a hosszú út után a lábamat minimum. Na, itt vagyunk festői környezetbe. Minden nagyon faintos. Nézd csak, egy kastély. Nézd csak, egy kastély! Nézzük meg, nyilván. Jó van, irány, ideje futni. Most megtanít a játék futni. Nyomd meg az RT-t. Úgy. Aj, hogy futok, oda nézzé! Ez régen is ment. Úgy izzadok már, mint egy ló. Hát gusztusos vagy, fiam. Jót fog tenni a futás vagy az izzadás, nem mindegy. Hát nekik még 1300-ban izzadás gátló stiftjük nem volt. Tetszik az új otthonod? Ez egy kastély, igen. Belemegyünk a játékba. Lukasz, a Galád megszállja a kastélyomat. A rendben, bogárá változtat. Amícia túl erős, el kell rejtőznünk. Gyere, bújjunk el. Megfogtuk a kisöcsön kezét, mert ez így kooperatív játék, hogy egyszerre vagyok a nagy és a kistesó. 10-ig számol, addig el kell bújni. Na, ilyen tempóba haladunk, messze nem fogunk elbújni. Szia, Sakura! Várjál, googoljál le! B betű, ezt gyakorolni kell még a googolást. Igen. Szerintem teljes jól elbújtam, majd ott a lukon beszökök. Karácsonyra kaptam 450 oldalas könyvet, 3 nap alatt elolvastam. Na, mi a könyv címe? Tök jó. Érzem a szagát. Mondom, hogy leizzadtak. Igen. Bújócskázunk. Hát nyilván ezt tudták játszani a középkorban, nem vehettek Nintendo Switch-et a kezükbe. Várjál, hol a gyerek? Azt hitte, megtalált, benézte. Te aztán találékony vagy, de meg foglak találni. Nem, hogy ott ilyen néz oda a kis Frodo. Nekünk kell őt levadásznunk. Jó, hátulról támadunk, és kap egy nagy maflást. Lukasz mögé, és tartsd X gombot. Jó, adunk neki egy nagy tockost. Lukas az agya, de ő alapvetően egy Lukas. Figyeld, adj egy tockost neki. Oda mész. X! Ja, Isten, mikor megnéztem, amúgy nem történt ilyen, ez nem, ő talált meg amúgy.
Úgy ám, nos ideje visszamennem tanulni. Jó, van, menjél tanulni, mert nekem menni kell patkányokat vadászni. Alkimista akarok lenni. Ja igen, alkimistának tanul a srác, de, ő, de te már az vagy. Van még mit tanulnom az anyukától. Jó, van, menj tanulni, mi még maradunk egy kicsit. Tehát az anyukánk tanítja őt. Teljesen jó fej a mutter. Gyere, nézzük meg a kastély többi részét, ahogy óhajtja. Jó, nézzük meg, hát ha találunk valami érdekeset. Örülök, hogy Lukász vagyunk van, én is nélküle nem lennénk itt. Hát nem csak azért őrülsz, de mondjuk, hogy azt mondjuk. És akkor nézzünk körbe, ugye ott van egy nagy kastély rész. Ó, feltámaszthatom a sziklákat, felmászhatok a sziklákra, köszönjük, Dave. Jó, milyen ez gyerek? Megkérdezi és már mászik. Ti is ilyen eleven gyerekek voltatok, mint Hugo? Mit látsz onnan fentről a királyságomat? Ez Simba, ez mind a tiéd. Luca megtámadott, és ezért a hírhet mágus miatt már nem virágzik. Ó, egy folyó, egy tenger. Menjünk oda? Az ott a Balaton. Nézzük meg a Balatont, fiam. Megnézzük a francia Balatont. Hűha! Nagyon szép. Hát, itt véget ér a királyság, akkor innentől jön a honfoglalás. Igen, vigyázz, Amicia Amazon, ellenséges hajó. Mi az a toboz az ellenséges hajó? Mit csináljunk? Maradj a határnál és süllyezd el, akkor most fogok szerintem vagy követ dobni, vagy íjazni. Rendelkezz valamivel. Igen, célozza, ja tényleg én vagyok a Dávid, van paritjám, elfelejtettem. Hú, gyerekek, hogy lövünk? Aha, tartsd lenyomva az RT-t, és hogy meglendítsd a paritkád. Lenyomva tartom. Lendítsed azt a paritkád, fiam, jányom. Hogy az? Tökéletes, így vertem fejbe annó a katonákat. Tényleg van, kezeket fel, írja be, aki látta nálam a sima Black Tail végigjátszás, annak sokkal élvezetesebb lesz a játék, de az újaknak is egy külön önálló történetként is jó lesz ez. Jaj, nem tartottam be a szabályt, eljöttem a határtól. Rossz határőr lennék. Ahogy gyorsan, mert jönnek majd a potkányok, ennél gyorsabban jönnek ám, mint a tobozok a vizen. Igen, most megtanít engem célozni. Mindent levertem. Meg akartam kérdezni, hogy játszhatok-e veletek. Most valaki random hozzánk beszél, jaj, másik gyerek. Tonin! Itt lakom a közelbe. Tonin, nem akarom elrontani a kedved, de én Hugo és Amicia vagyunk. Tudsz lőni, Tonin? Hát akkor benn vagy a csapatba. Nagyszerű, én vagyok a király, ő pedig a parancsnoka. Na, Tonin, megdobjuk a Tonint. Mit szóltok? Tonin? Nem engedi a Tonint megdobni. Be akartam trollkodni. Az lett volna a Tonin Hawk. Ügyes vagy, Tonin, te fogod, így fogod ölni a potkányokat. Nagyon jó vagy. Még nem tudja a gyerek, hogy mibe csöppent bele. Tehát itt még fogalma sincs, hogy igazából mi kik vagyunk. Már nem Miklósok. Jó, most gyermeteg játékot hallhatunk a háttérben, amit nem olvasok, mert örülök, hogy célozni tudok. Hallod? De dobáljad már a kövedet. Nagyon jó. Tonin, mit csinálsz? A Tonin egy erősebb sziklát vett, ágyúgolyó. Tehát Tonin, megdobod a Hugot, meghalsz. Nagyon jó. Ezt is tudjuk alkalmazni. Tonin nagy sziklákat emel. Jó van, fiúk, mi pedig elfogadjuk. Jó, rendben. Tonin, jó lesz-e? Egyből behoztak egy új karaktert. Már most mennem kéne, elkések a munkából. Te dolgozó? Hát gyerekek, te dolgozik a gyerek? Minden rendben van? Biztos, hogy nincsenek rokonai, és azért kell dolgozni, amelyik befogták. Szerintem. Kedves volt. Dobálta a követ, nagyon kedves volt. Ha abban a korban ez kedvesnek számít, akkor a vandálok előnyt élveznek a világba. Tök sokat elsüllyesztett, remek parancsnok volt, és Tonin is kedves volt, szerintem is. Na, hova menjünk? Várj egy kis chat. Melyik könyv volt? Nagy szökés gyerekkönyv, de vicces, érzelmes dolog van benne. Simba, amit látsz, az adófizetők. Ne. Na, aki jól érzi magát, már fejelheti a like gombot, de időd még van. Jó lenne olyan barát, mint ő, tudom, de hamarosan letelepedünk, aztán kereshetsz új barátokat. Mondtam én, hogy honfoglalunk. Sokáig tarthat. Igen, azt sem tudom amúgy hova, mert várjál. Ja, most tanulunk meg ugrani, figyeld.
Köszönöm szépen, tapsot, GG-t a chatre, megtanultam ugrani az albetűvel. Fel kell másznunk, most te fogsz engem felhúzni. Csak vicceltem, majd én segítek. Jó, jó, Amici, a humorérzéke még mindig csillagos ötös. Látod, hogy felemeli, fölrakja a hugót, és akkor megyünk utána. Teljesen korrekt. Jó, megtanulunk googolni, ezeket úgy el fogom felejteni. Oké. Hatalmas kastély. Hát igen. Mit mondasz, megtámadjuk? Persze, én készen állok. Gyerünk, támadás! Kövesd a folyót kipipával. Várjál már, futnom kell, fiam! Elbotlasz itt a kavicsokba. Jó, bírjuk a strapát, azért nem fogy el a stamina futás közben. Kapu zárva van, most mit csináljunk? Hadd lássam. Mindjárt feltöröm én neked. Jól be van zárva. Látták, hogy jövünk. Nézd, egy titkos út. Nyilván. Ha kidobnak az ajt, kizárnak az ajtón, mász be oldalt. Súranjunk be, jó ötlet. Hello, Nori, mi újság? Ó, a gonosz már is itt ólálkodik. Ez mindegy, szembe jön velünk Voldemort. Gyerünk, feleség, nem sejtik, hogy beosonunk. Felség, nem feleség. Jö. Nya. Itt vagyunk, ne aggódj. Na. Találjunk már valami itemet. Úgy vélem, a mágus emberei közel vannak. Hát, egy lélek nincs itt, de játsszuk el. Anyám! Jó, jobban megijedtem a leszakadástól, mint egy jumpscare-től. Most már akarok menni, jó, vissza akarok menni, egyetértek, elég volt mára. Egy konkrét pokaficam, amit szia, nézd, étel és ruhák, nyilván ellopjuk, mármint hogy megnézzük, hogy kell-e valakinek. Áttörik a plafonjukat, egyelőre legyünk óvatos, betörtünk valahova. Te is érzed, olyan szag van, mint a tűzhelyé, tehát sütnek. Éppen lehet, hogy húgóhúst. Veszélyes környék ez. Vagy potkányt. Igen, ott lógnak a mosott ruhák, de a mosott ruha és itt van kiszárítva, valószínű, hogy nem évek óta rohadott a ruha a szárítón. Fagyos kutya sétáltatás. Ma amúgy nem volt olyan rossz idő, mi voltunk, sétáltunk is, vagy egy óra eltűjanával. Mondjuk este már azért hűvösebb van. Igen, meg semmit nem tudok eltulajdonítani innen. Ó, oh, ott valami... De várjál, ha már mondjuk a legyek lepik a döglött akármit itt a asztalon, akkor lehet, hogy mégis régóta rohadnak ott a ruhák is. Ó, oh, ott a desznyó. Ott lóg. Igen. Azt nézem amúgy, hogy nem túl világos a játék, vagy... Csak engem zavar. Olyan, mintha nagyon világos lenne. Várjál. Aha. Jó, akkor nem. Alacsony a megvilágítás, akkor semmi, akkor ennyire világos van a játékban. Csak 3-kor indultam, most meg 20 perc értem vissza, legalább a kutya örült neki, hogy sokat mentünk. Á, értem, értem. Na, szépen csak kijutunk, itt az ajtó. What? Micsoda? Minden leégett, és nem is túl rég. Ezek a kosarak mékasok lehettek. De miért égtek el? Nem tudom, csendesen menjünk ide. Na hát, itt nemrég jártak a gonosz katonák, mert hogy a potkányok nem égetnek táborokat, az biztos. Várja, azt mondta, óvatosan, azt rohanok, mint a hülye gyerek. Óvatosan. Úgy. Bárhol lehet bármi is. Igen. Talán csak baleset volt. Hát, hol vannak az emberek? Én is ezt kérdezem. Igen. Meglapultunk. Gyere! Nagyon finom lett a kávé. Ott van valaki! A
arcátlan! Mi folyik itt? Hányan vagytok még? Vajon mit akar betörni? Véletlenül estünk le ide, elmegyünk, csak mondja meg, hogy jutatunk ki. Hazugok. Esküszöm, nem tudom, mi folyik itt, de semmi közünk hozzá. Hazugok. Mocskos kis tolvajok, felrabol... Mi? Feldarabollak mindkettőtöket, futás! Na jó, egyben pszichopata állatba botlottunk bele. Találd meg a kijáratot! Te csesszél fel! Jön utánunk a... Hentes bárdal az a barom, a kosárképű. Menjél már, fiam! No! Elkezdődött, megvan az első halálunk. Hány percig bírtuk? Valószínű, hogy ez keményebb lesz, mint sejtettük. Zombi apokalipszis helyett pszichoapokalipszis. Gyors tutorial, dúl be. Nagyon gyorsan belecsaptunk a drámába. Megpróbálunk elmenekülni, csak gyorsabbnak kell lennem. Igen, a plektélnek a hátulütője, hogy nincs időm agyalni és nézelődni. Nem baj, újra belecsapunk, kosárképűt átnyomjuk, mert már olvastuk, és egyből futunk. Tudjuk, hogy az nem nyílik, most nem is vesztegetjük az időt. Ez a legkönnyebb mód. Tehát nekem is ez a bajom vele, Zsolt, nyugi. Menjél már! Jó, most tovább jutottunk. Te átkozott. Hát azok meg kik? De még ott van! Álljatok már fel! Nincsen út! Maradj guggolva! És rejtőzzel a fűbe. Köszönöm, játék, hogy az utasítást akkor adod, mikor már megölnek. Tehát akkor itt a fűbe kell meglapulni, mert több ilyen kosárképű barom van. Megtudtuk ezt is. Na, hát tanulunk szépen. Na, tehát itt kell meglapulni. Na, ott láthatjuk, amint ez le... szétcsapta a fejét. Többször szétcsapta a fejét. Elnézést kérünk. Csak így lehetünk biztosak. Szerintem előveszettem a fiút és a lányt, nem láttátok őket? Maradj guggolva. Ó, meg sem mozdulok! A földön utolsó, akit erre láttunk. El kell innen tűnnünk. De hát ha nem mozoghatok, hogy tűnök el? Várjál, menjetek! Úgy. Micsoda felfordulás, mire mész a húsukkal? De itt hogy osonjak ki? Várjál. Ott a másik adag fű, de ott az észre fog venni, ha én most oda átszaladok, nem? Várjál, el kellene csalnom onnan. Meg kéne dobni valami hangjelző cuccot. A múlt, tavaly ilyenkor bejött az, hogy megdobtam valamit, csak hogy dobok. Rossz gombot fogok megnyomni, feláll. Parintja hangja vonza az ellenségeket. Mondom én, tuti, hogy ez lesz, hogy valamit dobjak meg. Valami olyat, amire elmegy onnan. És csak, dobd meg azt ott. De ne menj ki, mert észreveszi a fejed és levágja. Igen. Nem vagyunk itt. Hallod? Észrevesz szerinted? Elég meleg a helyzet. Aha. Csókolom, bácsi. Matthias, come! They got granddad pretty bad. Shit,
Azt írta, hogy a kurva él... Nem olvasok mindent fel. Csúnyán beszélnek. Ajjajjajj. Hát hátulról még szerintem kettőt nem kéne, mi Máté támadjam meg őket? Hát még a játék egyelőre nem mutatta, hogy én harcképes lennék. De figyeld! Nem nagyon fáj neki! Előbb-utóbb csak lesz valami baja. Cic. Aha, megölni nem tudom, mert semmi baja nem lett. Azt kéne, hogy elmenjen innen. Úgy, menjél fiam, Brutus! Dave is megy. Menjél már valahol át! Ez nem jó! Be kell menjek a házba? De hát ide be se tudok menni. Húha! Hova kell menjek? Aha, nem jó irányba vagyunk. Új. Mindjárt kilogikázom, merre megyünk. De nem bír kiugrani sehol. Be kéne menjek a házba. Igen, az ez a játékhoz gondolkozni se árt. Meghallotta a Józsi? Nem. Jó, hogy az X gomba üssem le. Mondjuk volt olyan, Máté, valóban. Hát itt nem! Nem ajánlotta fel az ütés. Meg kell keresni, hogy merre tovább. Hosszú végigjátszás lesz. Ezt most mondom nektek. Jó, nem nézzük meg még egyszer, amíg szétdarabolják. Gyereket csak megijesztettük, igen. Jó, mindjárt elvonulnak ezek a genyók. Igen. Addig eszek. What a mess. Now what can you still have from me, honey, huh? You're dead. Mennyi? Igen. Arra kéne kimennünk amúgy. Azt mondja, nem fognak minket észrevenni. De hol tudok kimenni? Ja, őt kéne meggyógyítani? Ja, hogy ez nincs velem! Hát de annyira rendesnek tűnt. Én meg akartam gyógyítani a fatert, de hát nem segíthetek.
a jó szándék, látjátok, srácok? Ez leszarja a játék, hogy az én kedvességem. Nem picit? Kit érdekel, hogy Davy jó fej akart lenni? Tudod mit? Akkor... Akkor mindjárt megvárjuk, amíg elmennek. Ismételtem. Túl gondolod, hát sejtettem. Hát de nem látom az irányt, én elmentem a ház mögé, és ott nem bírtam át. Ja, csak itt a falnál kéne? Ha túl gondolom, akkor itt a falnál kéne átmenni. Ablak. Dobjam be, vagy ugorjak be rajta. Köszönöm. Most nem szedünk össze cuccot? Ott a desznyó. Köszönöm. Hát de most nem kéne kimennem, míg ott van. Elintézem, akkor megölhetem? Lopakodás közben kézzel is dobhatsz tárgyakat az RB-vel. Aha. Találnék tárgyat. Köszönjük! Imádom az irányítást. Csak megnyomtam az RT-t. Tehát, a dobás. Ezzel? Nem ezzel. Kiválasztom. Szia, még nem sok mindenről. Still be some of them around. Go help the others. I don't feel well, Matthias. I don't give a damn. It's you won't whatever. Move. I'll handle it. Tehát valamit el kell dobni. Szia, Hunor. That toolbox. It'll make a noise. It's the last time they'll come here. De milyen szerszámos lát, hogy azt dobjam meg. Hát nem így! Igen, konzolon. Hát ő csak izével. Már ezzel elvileg nekem könnyebb. Gyakorlatilag nem mondanám. Tudom, hogy az elején vagyunk. Ja, nem nekem szólt. Igen, ebben nem változtunk. Ez sem egy gyorsabban, mint az előző játék. Tehát, hogy azt dobjam meg, de egyből észrevesz, amint parittyázok, azért nem értem. Tudom, gondolom ezt is. Csapni kell egy zaj. RB. Ja, kézi dobás. Aha. Anyu mérges lesz. Jó. This is all on you. We're going to have to climb up quietly. Oda fel kell mászni csendesen. Itt lakik a Tonin. Aha. Azt megint onnan el kell csalni valahogy.
Vagy ha én most kiszakok... Valami... Á, várjál. Azt mondta, nagyon halkan másszunk fel. Csókolom, én nem vagyok itt. Nagyon jó. Teljes mértékben felmásztam. Próbáljuk meg itt. Állj. És biztos most jön a Tonin. Biztos vagyok benne, hogy ezeknek a gyereke a Tonin. Most. Ne a méhek! Figyelem elterelés. Majdnem meglátott minket, hát rohadtul meglátott! Ezt nem így kell. De figyeljetek, szépen haladunk előre. Sok-sok live lesz ebből. Szia Villő! Szia MSR Rip! Igen, hát ebben nyomathatjuk a ripeket. De kíváncsi vagyok a folytatásra, nem fogom feladni. Igen. Hát ezek nagyon genyók, ezek még rosszabbak, mint tavaly a katonák. Ki itt volt tavaly, az emlékszik, hogy azért a Plektél sima se volt egyszerű. De nem, megint... Ja, a méhecske, igen. Gyorsan eltereljük a figyelmét. Most nem vett észre. Na most jó. Holnapig váltjuk egymást, jó ezek az őrök. Oké, Enikő. Hol van Tomi, még apja előtt akarom felképelni. Szia Adolf, biztosan bújkál valahol. Aha, az ajtóig el kell jutni. Eddig jó. Na, ott valami zajt kell csapjunk, mert... De hova dobjak én innen? Most fejeztem be a Wednesday-t, te már végignézed? Végig? Várom a folytatást. Csak úgy fogok tudni itt átmenni, hogyha előtte valami zaj csapok. Hát ez meg se hatotta. Milyen edény? Most vagy a déva vak, elvileg valami edények. Ja, ott! De várjál, ezt nekem a fűből kéne inkább dobni. Nem. Ez így nem jó. Hát így biztos észre fog venni. Úte. Igen. De előbb-utóbb azt is eltalálom. Hű. Vagy nem. Jaj, az edénnyel dobjak! Csak kérdés, hogy hova? Ha erre dobok, azt meghallja? Tehát RB...
Hát a mögé. Hát a mögé hova dobjam? Hát nem tudom, ez mennyire volt jó ötlet. Hát ezt elkúrtuk. Hát nem oda kellett dobni. Ennyire egyszerű. Hűha. Jó, az már biztos, hogy fel kell venni az edény, de azt mondta a hát... Ja, ott a háta mögé. Jó, nem láttam a szekeret. Nem láttam a fától az erdőt. Milyen napotok voltam úgy, srácok? Meg se kérdeztem. Annyira belecsaptunk. Na. Let me see the bolts. That would work. Ha innen dobom, nem fogja meghallani? If I throw it behind him. Zárva. Mi? Hugo szűk helyeken is tud kúszni az LB-vel. Mi? Hol a luk? Ja, ott alul. All right, but be very careful. Don't worry. Na induljál, Hugo. Please, don't get spotted. Menjél már! Úgy. Come on, Hugo. Gyorsan. Csukd vissza! Megtalálták Tonin? Nem tudom, de ki kell jutnunk. Nem hagyjuk, hogy bántsák, rendben el kell tűnünk innen. Talán őt is megölik, aggódik érte. Hát most lett egy új barátja, azt már meg akarják ölni, én is aggódnék. Ismered az Apexet? Igen. Arra próbáljuk meg azt a kaput. Ott a disznyó! Elég, kérlek, te voltál apa legnagyobb baklövése, de majd gondoskodom rólad. Éppen folytogatja a gyereket ez a gonosz. Kik vagytok ti? Eltévedtünk, már is megyünk, csak engedjétek el a fiút. Hallottad ezt, Remy? Tolvajokkal vagytok? Nem, csak most érkeztünk. Kérem, a mi hibánk, ha elkésett. Semmi jogotok itt lenni, Remy? Intézd el őket és ne okozz csalódást. Nézd meg, ránk küldi ezt a vadállatot. De a fiú... Épp itt az ideje, hogy ilyet is lásson. Nem lett volna szabad eljönni. Nézd oda! Nem akarja ezt tenni, higgyen nekem. Túl sokat beszélsz. Hoppá! Ment a tockos! Nekem is. Baj van. Amícia talpra esett. Elég hagyja péké... A mocsok. Azt hiszem Hugo mindjárt bedurgul. Szerintem jöttek a potkányok.
Na, hát ez volt az intro. Hűha. Úgy látszik, itt a pofátlan maszkos emberekkel lesznek bajok. Meg az új barátunk családja se túl kedves. Mindeközben nap lemente vagy felkeltekor. A tengeren. Hali újra. Jön egy madár! Nem is akármilyen, nem sasmadár, nem galamb. Ez ilyen főnix-szerű madár. Na, tök jó kicsit. Miben, hogy az ember lesz, csak madár formában van? Biztos valami mágus. Ilyen nagy madár nincsen. Ez egy főnix, aha. Mondom én. Ott a partra vetett Hugo. Amicia? Amicia. Elvesztettük a nővérünket. Elég gyorsan. Nézd már, egy papagáj. Kérlek, ne bánts. Szép madár, jó madár. Hol vagyunk? Á, jó kérdés. Már nem a Balaton. Aha, ne! Megint kezdődik, segítség kell. Aha, Phoenix madarat is valószínűleg ebben a világ. Tehát van egy külön világ, amit a Huba lát, amikor beteg? Hát gyönyörű amúgy maga a világ. Te vagy itt egyedül? Hol van a Amicia? Ilyen képzelek falván vagyunk, úgy tűnik. Amúgy nagyon szép, mint nem tudom, itt nyaralnék. Phoenix madár, segítsél nekem. Ne menj el. Lélegez, lélegez. Aha! Próbál visszahozni az Amicia. Más világról hallom a lélegez szót. Hova mész? Most már azért szépen halucinál, szegény Huba. Vissza kell jutnom. Nővéremhez és anyához. Ó. Talán ő tudja, merre vannak. Talán erre lesznek. Amúgy csodás világ ez. Oda néz. Hogy mi? Mégis mi ez a hely? Amicia, anyu, Lucas. Hol vagytok? Pipacsok, igen. Amma, ott valami gonosz madár, rosszul van. Nem, az egy ugyanaz. Ne. Úgy fáj. Úgy fáj. Rad is gigi lett belőle. Kérlek. Fejezd be a rikoltozást és segíts. Aha. Hallja a madár hangját. Segíts megtalálnom őket. Engem is az Ózra emlékeztet a pipacs mező. Ne, csak ne, hagyd békén. Szegény. Elég a zajból. Térd már magadhoz, Huba. Megyek előre, nyugi srácok, amennyire energiája maradt a kisrácnak. Olyan hangos vagy, bocsáss meg, halkad össze. Jövök már. Au. Ez már a halál? De már, meg ne halljon egyből szegény. Nem akarok meghalni. Ó, és egy folyó választja el a Phoenix-től. Úgy mondanám, hogy átérzem a Huba szenvedését, mert itt a 3/4 karom és a vállam az rohadtul fáj. Valami olyan izom megerőltetésem volt, vagy nem tudom, de hogy konkrétan innentől derékig jobb oldalt fáj.
Csak nem ezzel kezdtem a live-ot, de hogy így beleélem magam én is, mert írtó rossz, majd este flektorozzuk. Megmentettük közben. Visszajöhetnék ide valaki mással is. Szerintem is a Styx folyó szimbolizmus lehet. Bár én azt annyira nem ismerem, leírott szárnyas lenni, hogy ez mit is takar. Amúgy ez szépen ki volt dolgozva, mint jelenet, meg mint pálya. Jó. Tehát Hubba most már annyira rosszul van, hogy nagyon-nagyon halucinál. Nézzük oda, jól aludtál? Ja, csak álmodott, álmodtam valamit, hol vagyunk. Hát nincs jó bőrbe. Megint szigetről álmodtál? Igen, beteg voltam, aztán ott termett egy nagy madár és megmentett. De mi történt a birtokon, Amicia? Ez engem is érdekel. A folyónál játszottunk, nem emlékszel, de hirtelen nagyon elfáradtál. Úgy, hogy magam cipeltelek vissza, aztán elaludtál. Talán csak nem volt elég só a véredben. De Amicia, hosszú ideje úton vagyunk, húgom, mind kimerültünk. Nem mondd már, az egészet csak álmodta. De Vörös Város már kajnyújtása van, ott majd megválva állapodunk. Tudok, találkozni fogunk a rend egy remek alkimistájával, ők jól ismerik a foltot, évszázadok óta tanulmányozzák. De mégsem sietek a segítségünkbe, amikor menekülnünk kellett. Nem gondolták, hogy az inkvizíció utánunk eredne. Most tártkarokkal fognak minket fogadni. Akkor reméljük, hogy kiengesztelnek majd minket. Biztosan a folt nem csak Hugo vérében él, mindenkire hatással van, és mindenki képes megváltoztatni. Ja, alvilágban folyik és elvesz az élő holtak világát. Lehet akkor ez egy szimbólum. Szia, Bogi! Üdvözlet! Mi folyik itt? Egy fiút és egy lányt keresünk. Mégis miért csinálnak ilyet? Betörtek az egyik családi házon, volt egy kis nézeteltérés, aminek vérontás lett, hogy a fiatalabb fiú voltam rá összeülni. Remélem megtaláljuk a tetteseket. Én és a fiú unokaöcseim. Anya, el kell innen tűnnünk azonnal. Ott az anyukánk. Bocsánat, de hosszú út áll előttünk. Üdv. Nem tart soká. Fel fogja ismerni a Hugot. Valószínű, hogy megölt mindenkit ugye a patkánya. A fiú, ők azok. Gyere csak ide, ne várjon. Ógy lecsapta szegény Amiciát. Eredj a szekér után, hagyd a lányt elmenekülni. Tiffy, köszönöm a 8 hónapot. Igen, igen, ezt végigjátsszuk. Legalábbis az van terve. Tudom, hogy itt vagy, mutasd magad. Palitjám, a szekérem marad, hol lehet? Nem, az előbb még itt volt, menj tovább, lapulj meg. Igen, menjetek el. Az lány ördögfajzat, mondom, hogy félnek. Szekér, szükségünk van rá, egy Hugónak szüksége van rá. És itt most hova menjek, hogy ne vegyen észre az a két mamlasz? Óvatosan meg tudod csinálni. Aha, oda kell csináljak hangot. Hát nem nagyon vette észre a zajt, várjál. Ha! Nem vett észre. Úgy év van egy tök jó játék, találtam 2-3 levele félre fix tetszene neked, majd elküldöm, most tableten is ráfügtem. Rendben, küld át, Tiffy nyugodtan. Mindenképp el kell csaljam őket. Aha. Hát ezt messze szarul dobtam.
Hát ezt nem így kellett volna, hanem hogy már lementem volna lentre. Azt nézem, hogy merre kéne majd mennünk tovább. Ajaj. Sitz innen. Ha, ez csak ebben a térben mozog. Lejjebb kéne ugorjak? Várj, ott meg már meglát, ha kijebb megyek. Ez egy jó kérdés, ott a kecske. Utolér, ha innen neki futok? Az a baj, nem megy el messzebb. Átlakom tévére a streamet, nem fogok írni, menni fog. Rendben, igyekszek, köszönöm a bíztatást. És jó szórakozás tévén, azért biztos rohadt jól nézhet ki, tényleg nagyon szép maga a játék. Na innen megpróbálunk kifutni, max ha meghalunk, hát akkor így jártunk. Ne! Felégetik a búzamezőt, így nem lesz csokapik! Ég az erdő, ég a hegy is! Ami cia nem sül meg. Jó. Ha! Aki másnak vermetás, ráesik a plafon. Igen? Meneküljél! Hallod? Lőjél rám, Nilla, a hülye gyerek! Ellenállás! Dír a pofon! Puszta kézzel Bud Spencer lett a míciából, csak úgy halkan mondom. Maradjál már csöndbe! A halott nem beszél. Tehát végezünk az ellenségekkel fejentelett paritjában. Most kaptuk meg a kivégzést. Tartsd nyomva az LT-t és célozz. Hoppá! Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg a bucsidon. Ja, de hogy ő meg dárdával dob. Miközben dész céloz, lebaltázzák. Ezt elbaltáztam. Heh! Újra. Na, de most már azért alakulunk. Igen. Baltás Józsi. Innen is bocsánat a Józsi nevű nézőimtől. Lándzsás útifű észrevett minket. Baltás, igen. Beindul a nagy pofonofon. Hujjajjaj! Igen. Maradt katona még? Valaki egy katonát, nagyon finom. Senki? Rip. Igen. Jó. Most már benne vagyunk a játék kellős közepébe, azt mondom, hogy beindultunk. Igen. Hol tudok menekülni? De jó a zene amúgy. Itt állj gyorsan, aha. Ne, valahogy, anya! Nem ölöd meg a muttert! Hagyod békén!
Amícia sokkal agresszívabb lett, mint volt. Anya, jövök már! Meg ne öld anyámot! Társadat megtámadták, ha nem segítesz, meg fog halni. Menjél innen! Anya, ezt érted? Remélem, megérted. Megmentettük anyámot! Hugo még lélegzik, sokkot kapott. Amícia most jött rá, hogy mit csinált. Minden rendben. Ez jó rossz lehetett ebbe a középkorba én, ahol gyilkoltál, mint a vadállat, vagy téged gyilkoltak meg. Ez kemény. A Black Tail Requiem. Hát a kemény felvezetőbe voltunk. Most már mindent is tudunk. Kész az első pálya. A jövevények. Hát erre inni kell. Nem hoztam. Szerelmem, kaphatok egy nagy pohár vizet? Persze. Nem árulom el a titkot, miért nem állhatok fel? Vágod, hogy van egy olyan köhögés ellen itt a keverék, aminek az a neve, hogy kuc-kuc banka. Nem. Ez a puszta tény olyan boldog átszik, hogy hihetetlen. Köszönöm. Én épp most mentettem meg anyámat, hogy ne vágják el a nyakát. Én meg épp most tettem ki egy slightly offensive Instagram posztot. Majd megnézem. Na jöhet a GG, srácok, túl vagyunk az elején. Ha jól érzed magad, dobj egy hatalmas lájkot, támogatni szokásos módon. Tudtok, hogyha tetszik a game, szuper chat, szuper matrica tagság és PC-ről tagság ajándékozással. És most megint úgy érzem, hogy szerintem nem írtó sokáig tölt, hanem be fog fagyni. Hát ha ennyire izé a game, az szomorú, mert hogy már második ugye, ilyen. Ugye milyen finom volt a kávé? Uh-huh. Mondd el, milyen kávé? Ilyen málnásod szerintem. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez egy restart lesz. Hát ez eléggé durca, hogy mondjuk a pályánként lefagy a játék. Fél perc, srácok. Úgyhogy szárnyas lány, ha itt vagy, amit írtál, hogy a Disney kikrásol, akkor a Black Tailhez mit szólsz? Konkrétan már másodszor lépek újra. Azért az elsőnél ilyen hibák nem voltak. Na, cirka egy óra alatt végigvittük az első pályát. Teljesen jó. Ami másnál amúgy hidd el, hogy 27 perc, de engedd el. Én játszom. Már is lépek bele újra. Hát keményen belecsaptunk a dolgok közepébe egyből, minket hibáztatnak. Nyilván a patkányokkal ölte meg Hugo egyébként ott a csapatot. Ez nem volt kérdés. Még jó, hogy van autómentés. Nem autómentés, hanem hogy tudjuk folytatni a második pályáról remélhetőleg. Na, A betű. Így van. Jó estét, Alex, éppen folytatjuk, csak lefagyott a játék. Hogy vagy? Hello, Ash! Hogy vagy te is? Neked is szól a kérdés. Miután tragikus összetűzésbe kerül néhány paraszttal, Amícia újra gyilkolni kényszerül, miközben Hugo idilli sziget látomásában menekül, mely talán gyógyírt rejthet a Folt ellen áldozata. A rokonai által elfogott Amíciának egy kegyetlenül áldozat összecsapás során kell megmenteni a családját, mely mélyen megsebzi a lelkét. Most Vörösváros küszöbén mind a négyen Vaudint, Ren mesterét keresik, akivel Beatrice Hugo betegségéről szeretne értekezni. Ezt folytatjuk.
Ja, engedeles. Nem tudom, miért köszöntem még egyszer. Most az a kérdés, hogy ilyen sokáig tölt-e, vagy pedig, hogy legyünk türelmesebbek, legyünk türelmesek, szerintem csak tölt. Legalábbis remélem. Legalább most el tudtam olvasni előbb, még ez a szöveg se jött fel. Ah, folytatás. Karácsonyra kaptam Charizard Greninja és még 50 GX kártyát Gardevoir, Rayquaza, stb. Na, tök jó. Ők hiányoztak a gyűjteményedbe, vagy hogy őket kérted? Na, megérkeztünk a szép vizes helyre. El sem hiszem, hogy ide értünk. Ott a ló! Ugye itt kedvesek az emberek. Hát remélem. Itt senki nem fog minket megtámadni, Hugo. A város Provence gróf védelme alatt áll, nagyon nagy hatalma van. Hát tartsák is be a provinciát. Azt kell mondjam, gyönyörű ez a hely. Biztos vagy benne, hogy alkimista már vár ránk? Nos, Vaudin mester azt mondta, hogy ad nekünk szállást. És csak a miénk lesz? Igen, a rend igen ősi. Egész házak tulajdonai vannak, és még sok minden más is. Anyánk tök normális. Ők építették anyukád laboratóriumát is, emlékszel? Igen, kedvesek, hogy egész házat úgy nekünk adták. Ez a laboratórium rohadt nagy volt az előző részben. Feleséged lenne olyan kedves, hogy oda... Felség, mindig felség helyett feleséget olvasok. Sokat voltam ilyen állva. Ami nem baj, csak... Itt nem felel meg. Jobban figyelek az angol szinkronra, mint Dave hangjára. Legalább akkor jobban felfogod, mint amit én olvasok. Vinzon, van egy kis karaj, gyerek, kóstold meg, friss halakat, tessék. Ez egy vásár, én piacot mondtam volna, de akkor vásár. Gyorsan szaladj vele egy kört, köszönöm. A házunk a felsővárosban van, a Phoenix formájú szélkakassal a tetején, értettem. És legyetek nagyon óvatosak. Nyilván óvatosak leszünk, erről szól a játék. Ott a dinnye. Ez egy dinnyertes város. Láttál valamit, ami tetszik? Minden tetszik. Mindent megveszek. Donételjünk a kis Hugónak. Vegyünk neki dinnyét. Meg egy kis almát, meg narancsot. Sétálj a házhoz, ez a feladat. Ez talán menni fog. Kecskézzünk. Nem tudok kimenni a kecskéhez. Ne kecskézzünk. Csókolom, nénye, egy dinnyét kérek. Friss kecsketej. Csirke. Te mit csinálsz? Valamit farag. Lesz ma Unite nézőkkel? Hát jövőre terve van még egy záró Unite, de hogyha nem lesznek meccsek, akkor megszűnik a Csatina Unite. Eléggé haldoklik a játék. De már csak jövőre lesz, az biztos. Mert holnap dupla live, az ki van írva, a tagok már látják, Alex. És szilveszteriben biztos nem lesz Unite, tehát egy jövőre várható még egy... Aha, tálételek, igen. Mondjuk egyik NPC-se különösebben zavarja, nézd, belemászok az aurájába. Semmit nem érdekli. Disznók, kecskék, hello Röfik, eladó, sült hús, jöjjenek és kóstolják meg. Hát igen, Röfik, előzmény, következmény, vagy figyeld, előtte... Utána. Igen. Egy kis kóbász, adjál nekem. Nagyon jó illata van. Hé, tessék, csak vegyetek egy kis kóstolót. Egyed a nyers kóbászt, fiam. Ilyen füstölt kóba. Hogy ízlik? Finom, de ugye nem a röfiből van. Hát, el kell roncsam a huba kezdvét. Vagy Hugo, bocsánat. Bocsánat, ezt pont hallottam. Van egy kis baj a D-vagyába, engedd el. Hát H betűs, még le. Ez egy elég népszerű név most. Igen, ott a gúnár, a gögös gúnár Gedeon. Amícia, miért vörösek a falak? Dühösek. Úgy hallottam, a földön ez a teljében valami. Igen. Ott a ló. Hát figyelj, lókóbász is lehetett, az, de reméljük nem az volt Huba. Hugo. Most már jön a bezavart a Hubába. Csak menjünk tovább, miért? Ott a lócitrom. Ingyen lócitrom mindenkinek.
Bethlehem? Haló? Megbolondult a kontroller. Igen. Nézd a lótisztítás. Ő a itteni lovász. Vagy lovas inás. Jó. Nénye, mit ülsz itt a padon? Nem különösebben beszédesek a városiak. Közhírré tétetik! Alerszi Viktor gróf üdvözöl mindenkit a Szent János tiszteletére, évente megrendezett vásárba élvezzék a környék és más tájak portékáit, licitáljanak halainkra az aukción és tegyék próbára ügyességeket az ingyenes lövészversenyen. Hát más izé, más se hiányzik, mint hogy én lövészkedjek. Jó, megyek lövészkedni, figyelj, én pró vagyok. Jöttem, hol a verseny? Mesterszinten űzöm a parittyával dobás. Meg kell elnézni, kezdek kifogyni az árukból. De sok hal van itt, akkor jó, büdös lehet. Kinek lesz újévi fogadalma? Hát, minden évben fogadok meg, aztán nagy részt betartom. Nézzünk körbe, Hugo. Oda nem tudok bemenni. Pedig sok itemet nem találtunk a két doboz vázán kívül. Marha kiállítás is van. Na, hallod, van ilyen itten program. Az ott van, amit füvezik. Hát nem úgy, hanem... valami gyógyfűt. Észrevenne? Ez... szellemnek néznek ebbe a városba, komolyan mondom. Hello! Nem kommunikatív egy város. Hello! Na jó. Erről jöttünk? Valószínű. Valami megbeszélés zajlik. Ott meg valamit sütnek a asszonyok. Mit süttök itt? Ott a saláta. Pokolian büdös van. Hát akkor gusztusos lehet, jó étvágyat mindenkinek. Igen. Észrevetted az embereket, mindenki mosolyog. Én azt vettem észre, hogy mindenki le se szarja, hogy itt vagyunk, nem hogy mindenki mosolyog. Levegőnek se néznek. Ó, nézd! Piac felett van, gyönyörű a kilátás. Várja, tényleg mosolyognak? Most már megnézem. Hát, relatív. Szerintetek mosolyognak? Mosolyogsz, nénye? Hát... ilyen, amikor mosolyogsz, milyen, amikor nem. Kardok, nem szeretne egyet? De, hagyd egyet. Kardokat ölésre találták ki. Aha, most Amiciának nagyon bűntudata van, hogy ölnie kellett, ezt érzem. Na, szőnyegek. Miért nem próbál ki egy új frizurát? Köszönöm, de én így szeretem hordani. De nem áll, én akartam egyet fodrászkodni, én elfogadnám. Aha. Hát nem fogják megvágni a hajunkat sem. Itt már nagy hangzavarok. Oda néz, Skander bajnokság, Tom és Tom. Bal Tom és jobb Tom. Na, lehet fogadni, bal vagy jobb nyer. Végignézzük. Bal Tom vagy jobb Tom? Jobb már gyengül.
Ezt tudod, hogy sose lesz vége. Én is. Nyert a bal. Nyert a baltom. Itt mit? Bort is akarok inni. Ó, ez bor. Egy ajándékot keres a apukádnak esetleg? Ő már halott, de imádta a borfajtát. Így igaz, köszönöm. Nem kapok? Mondjuk hát... Berúgatom itt, akkor hamar meghalunk. Na, így is. Itt vannak a köcsögösök. Igen. Sok köcsög. Na, első nő, aki észrevette, hogy neki ment a húgó. Milyen szép bútorok vannak itt, ez nem ikejás. Oda nézz, ez nagyon jó. Ezt mind elviszem. Az ott mit csinál? Ja, nézd, izzadságosan mossa az asztalt. Látod, megtörli a homlokát, majd oda keni az izzadságot az asztalra. Kusztusos. Legalábbis innen úgy látszott. Ja nem, jó, nem beletörli, jó, messziről rosszul látta. Milyen szép színek. Na, csodás ez a vásár. Virágok, tudtam, hogy a virágok fognak megtetszeni neki. Körömvirág, kankalina, és talán te is, ó, te ismered a növényeket, csak a virágokat annyitól tanultam minden. Otthon egy könyvben gyűjtöttük őket, akkor szeretnél pár szállal? Köszönjük, de mi szeretjük magunk szedni őket, olyan hagyomány. Hát ez egy virágárusnak mond ezt mondjuk Budapestre, hogy kérsz egy virágot? Hát köszönöm, nem, hogy szeretem leszedni én magam itt a betoncsungel közepén a virágokat. Sirályok, káposzta, nagyon nagy hal. Na megint itt vagyunk a halpiacnál, mentünk egy kört, körbeértünk. Igen, mert ott sütik a disznyót. Gyere játszani, ingyen van ajándék látogatóknak. Mit szól hozzá, hölgyem, úgy néz ki, mint egy győztes, tonhalat is nyerhet. Tonhalat nyerünk, nyerjünk, nyerjünk tonhalat. Hogy kell játszani? Négy lövésed van, minél több kockát lök le. Ez az én játékom, gyerekek. Minél több kockát le kell lökni, ezt általában ez úgy néz ki az ilyen vásárokban, hogy le van ragasztva az alja, nehogy lelök. Na figyeld, na mennyi megy le? Nagyon jó. Szerintem ez egy maximálisan szép dobás. Dobjuk le azt a nagy templomot. Ott. Hát relatíve így volt tervezve. Igen. Jobb oldali. Minél lentebb, úgy. Nagyon jó, szerintem ez profizmus. És akkor itt középült is ezt a nagyot mondjuk dob meg ottan, jányom. Úgy. Hát! Mit vártál? Mert te vagy a legjobb játékosunk, és nem is parikádat használtad, azt hiszem indulnunk kell, köszönöm. Legjobb új játékos címet megkaptam, srácok. Ez már egy olyan kitüntetés, ami megható. Ott van. Oda néz. Oké, Leon, hajrá! Na, hát ez nagyon szép volt, mondjuk más jutalmat nem kaptam, de dicséret is szép. Én is azt nézem, hogy miért nem kaptam jutalmat. Arról volt szó, hogy nagy jutalmat kapok. Hazudott. Hol a hal? Hát ez az, halakról volt szó. Átvágtak. Átvágtak minket. Megvezettek. Ott, te hallod, ez meg hülye, nekem jön. Na várj, itt van valami tűzvarázsló. Nem volt leragasztva, de nyeremény sem volt, ez így volt korrekt. Hű, apáinka! Szülei biztos sárkányok voltak. Most elzsukálja le. Mit gondolnak? Semmit, rük, oké.
Nagyon szépen fújja a tüzet, hogy 0-24-be, ki ne száradjál. Te mit csinálsz? Páncél tisztítasz. Ott a névrokonunk, a kovács. Úgy verem én is a kardot itthon. 0-24-be. Süssünk pogácsát, nem lehet. Na jó, egy nagy kovács műhely. Igen, legalább szép emléklet, hogy nyertünk. A gyümölcsök olyan nagyok. Pedig itt még nem voltak génkezelve. Ott a pogácsa! Forró kenyér, hát vegyél egyet. Nem lehet. Igen. Az ott a mi. Fűszerek! Adjál nekem fűszert! Giant? No, you're just tiny as all. Igen. Oh Lord. Ja, valószínű, hogy borsot váltak el, azért mondta, hogy a nagyoknak való. These are giant sores. Látja, uram? Aha, valami csípőset vett el, mint az én halapenyós pizzám, ki van Insta Story-ban, még nem láttuk. Mármint, hogy ma azt ebédeltünk. Vizecske, nagyon jó. Nagyon szép kút. Itt egy tömeg van. Itt oszlatni kéne, de nem tudok. Ott is tömeg zárja el az utat. Valaki friss penótot a közeli faluból. Sajnos nem tudom, Leon. De hosszú, azt tudom. Na mindjárt kitaláljuk, hova megyünk, de még mindig igen el kell oda jutni, Anasa. Csak nagyon elnézelődök, mondjuk hát így a jó, élvezzük ki a játék pillanatait. Vágod a fát! Bam! Nagyon szép volt. Ott lesz az ajtó egyébként, ott egy lépcső. Nézzük meg itt a tűzvarázslónál. Nézzük meg a házunkat, itt kell valahol lenni, mondom én. Sajtot nem tudja... Na én itt hagytam abba, mi az, hogy nem szereti a sajtot? Ki írta ezt? Őrségváltás után találkozunk, biztos vagy benne, állandóan találnak minket. Mióta a gróf még több hatalmat adott a kapitánynak. Kihallgatunk egy pár beszédet, hogy ezek majd itt rendezvúznak a műszak után. A boldog pár. Igen? Nagyon sok idő amúgy, még nekem fel se ajánlott vizsgát amúgy a játékba. Na most már közeledünk, látod, nem esett, csak türelem. De jó zene van! Ez nem lehet a házunk? Nem. Mulatság van. Ó, nézd, hogy zenélnek. Nem látok semmit. Emeljük fel a gyereket. Tudod mit? Felveszlek a nyakamban. Mit szólsz? Igen, légy szíves. De jó, de cuki. A testvéri szeretet. Minden rendben odafent? Igen, most már mindent látok. Nézd, amilyen vidáman tolja ott a nénye a furuját. Meg a dobot ott a bácsi. Rendesen táncolni támad, kedvem. Na igen, koncert, reméljük nem copyrightos. Nem tudok táncolni. Ügyesen játszanak, szerintem is. Nézd, ott hogy ropja ott az a pár, nézd, ahogy nép táncol. Ottan a kék ruhás meg a fiatal ember úr. Még egy kicsit maradni akar, de mennünk kell. Álljál be, táncoljál velük. Nézd oda. A kis Béla meg a Mariska, hogy nyomja.
milyen vidámak. Úgy. Balra, figyelj, most jobbra a koreográfia. Tökéletes. Csillagosatos. Na. Menjél nézed közelebbről, ne szégyelj, hogy szereted a népzenét. Menjél már. Ez meg úgy néz ki, mint az egyik kollégám. Hello. Emberek, akik itt élnek, nem úgy tűnnek, mint a sok rosszat átéltek volna. Itt pletykálkodnak, csukott szájjal. De jó nagy hely amúgy. Most már leteszlek, jobb egy kicsit sietnünk. Jó. Ez most egy ilyen kis nyugis rész volt, de kellett is az előző hajtás után. Kis városi, vagy falusi ilyen kikapcsolódás. Kíváncsi vagyok mekkora. Én csak azt remélem, hogy valami. Remélem látni fogom a piacot a szobám ablakából. De túl szép eddig itt minden, tehát itt még lesz valami fekete mágia. Valakinek hosszú napja volt. Tehát nem egy vidám játékról beszélünk, attól, hogy ez egy kicsit ilyen nagyon kedves képet festett fel a játékról, aztán ki tudja. Visszatértetek végre, na milyen volt, mindent is árultak, így igaz, muszáj együtt megnézzük a vásárt. Hogyne, friss, gyors, utána nézzek, ez lehetne az otthonunk. Nézd, Simba, ez mind a tiéd megint. Mi otthonunk, már jó ideje nem használtam ezt a szót. Milyen festő, idillikus kép. Örülök, hogy ide jöttünk. Úgy vélem valakire ráférne egy kis délutáni alvást. Nem is vagyok fáradt. Hát hogy ne, gyerünk, nézzük meg belülről is. Hát nézzük meg, ezt a lakrészt kaptuk. Ez egy szépnek tűnik kintről, ellaknék a való életbe is. Te emlékeztek, akkor donétből már ilyen 1900 forint körül járunk a kastély gyűjtésre. Félretettük a projektet, de ki tudom pótolni 2500-ig, az már majdnem elég az egy téglára. Úgyhogy ilyen kastélyunk lesz egyszer remélhetőleg. Hát ez. Addig álljunk fél lábon. Nézzük tovább. It looks quiet. Ilyen csendes, és itt nincs is, jól esik valami. Aha. Na ez a még szobrunk is van. Ott akadály, ne jöjjön be a gonosz. Téhol spórolni akar, de nem tudik. Mehetünk be? De tényleg a piramisra is elkezdtünk, de arra kevesebb donét ért. Nem tudom, már a piramisra mennyi? 1500 gyűlt össze? Tehát, hogy lassan ott tartunk. Most azt mondom, hogy mit tudom én, egy... Jurtára gyűjtünk, akkor arra is elkezdhetünk, csak valaki írja fel, hogy piramis 1500 van már, mondjuk akkor 2500 van a kastélyra, és nulla a jurtára, így szépen növekszünk, és előbb-utóbb összerakom, és lesz belőle egy két darab ága és egy sátor. Ha így haladunk, tehát középkori rész, akkor hajrá! Na, hazatértünk, ó, ez új otthonunk, nézzünk szét egy kicsit. Mindet egybe, én is azt mondom, és összemossuk a végén. Hello Robert, Phoenix lemaradtál, volt Phoenix a játékba. Anya, merre van Hugo szobája? Szegény nagyon elfáradt, fent az emeleten, már megvetettem az ágyat, köszönöm. Azt olvasom először, megvettem az ágyat. Gyere te álom, szuszék. Én is így hoztam haza Janát aludni, így a vállamon. Nem. Nézd, a betette ágyba. Neked is kell jönned, mégis hová? Nem az ágyba. Szigetre, ott is meggyógyulnál. Aha, el akarja vinni, ahol Phoenix volt a szigeten. Jól hangzik, nem is hangzik olyan rosszul. Igen, 3 emoji Max Phoenix azért tiltott le a nightbot. Jól vagyok, köszönöm Robert, és te hogy vagy? Toljuk neki a gémet. Na, Huba lefeküdt aludni. Látszólag pizsamaszerűbe. Túl sokat gondolkozol, néha jobban megérzésénkre hagyatkozol. Mindegy, összezavar. Ha elbetűz, sok volt a kereszten. De jó, akkor tudod mit? Hugo, magyarosítva a Huba. Megbeszéltük. Talán így van, csak nekem nem az erősségem. Ne butáskodj, pont emiatt támadnak kétségeid. Na most meg felfedezte a misszió a tüzet. Mondom,
rémálmai van, meg izé gyötri a gyilkolás. Megölött mindenkit. Aha. Nekem is komplexusaim lesznek, úgy látom. Ű, de kijött a billog. A folt. Megint a sok, amit ma átéltünk, biztosan előidézte. We had 6 months of respite. Akkor az emoji rejtőjemet nem erőltetem. Igen, azt ne. Amicia kísérd el Lucas-t, Vaudin mesterítom vele a városban. Keresétek meg, és mondjátok meg nekünk, hogy jó ide. Örülök, hogy jó napot right volt, Robert. És Phoenix, te hogy vagy, Mizu mesél kicsit. Amicia, tudom, legyünk óvatosak. Jó, meg kell keresni minél hamarabb a mágus urat. Meg kell gyógyítani öcsénket. It's because of those farmers. Sétálj a házhoz, Pippa. It's not your fault. Ez nem a te hibád. Keresd meg Vaudint. Nem tudod irányítani, mert a vérében történik. A folt csak terjed egyik fázisból a másikba taszítva a hordozó. És Vaudin valóban tud segíteni? A rend évszázadok óta tanulmányozza a foltot. Ha ők nem tudnak, akkor kik tudnának? Hát bízzunk ebbe a Vaudinba. Istenem, véd meg őt. Hát igen. Gyerekek, Pati egy ideiglenest, amilyent, ha még egyszer valaki pontos éve írja, mert ezt már bejátszott előző live-ba is, köszönöm. I think he's just being discreet. The order works like this. Someone must know about him. Let's ask around. Here, a town guard. Itt egy őr leszólítom. Középkoros sztoris játék egyébként. Elnézést, nem tudja esetleg már lehet Vaudin mester? Hallottam már egy ször Vaudinról, de ő nem volt mester. Tegyetek próbát, rengeteg ott a virágárus, úgy rémlik szoktak vele üzletelni. Jaj, kiderül majd, hogy valami kuruzsló, ha így haladunk. Mentési tokokat hol lehet begyűjteni? Mire gondolsz, Leon? Nem értem. Tehát azt mondta, a virágárusok köré kell menjünk. Van kiindulás pontunk. Nézd, na már ezek is itten mulatoznak el. Megtanulták a táncot tőlük, de most nem érdekel a tánc. Engem most az érdekel, hogy hol a virágárus. Igen, Pati, sorsolni kell egy helyesírási szótárat is lassan. Biztosan emlékszel, hogy erre van a virágárus. Hát nem tudom! Én most csak rohanok. Meg kell kérdezni. Csókolom, látott virágárus? No, nem tudom megkérdezni. Itt van! Hello, virágárus nénye! Csókolom! Hello again. Üdv újra! Ó, te vagy az virágot vennél a picurkának? Igazából Sir Vaudint keresem, úgy hallottam, az ön vevőkörébe tartozik. A férjembe, hogy pontosan legyek, ő viszi a gyógynövényes részleget. Martin szökőkút mellett kell lennie, mondd meg neki, hogy én küldtelek barna tunikát visel. Barna tunika, rendben, tehát szökőkút, barna tunika. Legalább kapunk információt. Reméljük fog sikerülni. Tehát szökőkút, barna tunika. Emlékszek, hogy voltunk szökőkútnál egyébként. Még jó, hogy körbenéztünk. De várjál, az lefelé volt a szökőkút, nem? Haló? Rossz irány. Azt én sem tudom, nem voltam tokos részben, Leon. Az egész játékban nem állítottam. Na, majd segít neked a szárnyas lány. Térkép nincs. Jó kérdés, én úgy emlékszem, hogy a Plektélben nem volt. Nincsen térképünk. Azért mondom, hogy szökőkutat keresünk. Úgy emlékszem, hogy az előző részben se volt térkép. Volt is, amikor bolyongtam, mint a hülye gyerek. Elnézést, uram, a feleséget küldött minket. Aj, mit akar már megint? Elég bajom van ez a rendetlenséggel. Most nem neki kellene Sir Vaudint keresünk. Pont őt nem szereti, hogy zavarják, ahogy én sem. De itt hol a szökőkút? Nagyon beteg, azon a meg kell találnunk Vaudint. Pontosan merre van, de úgy tudom, hogy arénához közel lakik. A bóthoz? Nem létsége neki, hogy én küldtelek titeket. Milyen arénához?
ahol a disznók voltak, vagy miről beszél ez? De akkor megyünk az Arena plázába. De sok ház van, hogy fogjuk megtalálni. Családság van a levegőben, érzem. Nem engedem. Valóságos. Ja, ez egy nyomor negyedrész és tiszta depi zene van. Meg lehet. Látjátok, fönt volt a gazdagság, itt meg a csóróság. Ott a szimbólum a falon. Senki sem léphet be az arénát, lezárták. Ugyan miért? Mivel Provence grófja így kérte, most már távozzatok. Nézze, nagyon fontos lenne bejutnunk. Semmi baj, gyere, megkerüljük az arénát. Miben, hogy betörünk? Találj utat az arénába, mondom. A cicásba se volt ez Trébe, valóban. Nem a legjobb ötlet torzsakodni az őrökkel. Igazad van, sajnálom. Pont mondani akartam, hogy megérkezünk és belekötünk az őrökbe, akik itt vannak évek óta. Nem a legokosabb dolog. Don Quixote, Don Quixote, szamár. Valahol így is úgy is bemászok, olyan vagyok, mint a potkány. Csak szép. Igen. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Aha. Megtalálom én a kis kaput. So, ready to break the law? Készen állsz törvényt szegni? Hát nyilván, hogy törvényt szegünk. Ha rossz nekem a helyiségesem, akkor azért van nagy rész, mert angol billentyűzetem van rendben, mert nem is arról van szó, Leon, hanem hogy aki nem először csinálja. Ne spameljünk, kérlek, Robi. Köszönöm. Azért kellett megállni. Igen. Nya. Come on. Hát akkor törvényt szegve bemegyünk a tiltott részre. Ez a plektél. De megtaláltam az arénát. Ja. Jó volt ez a kis városos pihentetőbb részecske. Tetszett, mert azért történtek is dolgok. Megtudtuk, hogy akiből eddig bíztunk, hogy ő majd segít és számíthatunk rá, azt igazából az egész város lenézi, és hogy valószínű, hogy kuruzsló. Szinte biztos. Legalábbis ilyen sejtéseim vannak jelenleg. Aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk, meg mi lesz az egész. Na. Is it? Ugye nem? The bite. Yes. Harapás van rajta. Azért zárták le az arénát, hogy itt hagyják meghalni. Ismét kezdődik előről. Nem kezdődik, folytatódik, Hugo. Mi hoztuk ezt ide. Na, a Hugóval idehoztuk a patkányinváziót, és mindenkit megölünk. El sem hiszem, hogy itt hagyták őket megrohadni. Ezek az emberek inkább tűnik, biztosan nyomor negyedben éltek. Hát, ennyi volt a szép világ, most jön a depi. A döglött disznó, döglött ember. Meg jönnek mindjárt a potkányok. Ott is ott a szimbólum. Nézzél már oda, Amícia, ott a szimbólum. Robert, a tagok láthatják előre, milyen live lesz, úgyhogy még a milyen mindig elipszilonos. Ha sajnos így folytatod, akkor a következő után nem fogsz tudni írni, jó? Egy ideiglenes pati, köszi. De ha megcsapatod akár a 199 forintos tagságot, akkor láthatod, hogy milyen live lesz. És hogyha vársz fél órát, olyankor már kb. El szoktam mondani, hogy másnap mi várható. Megvan a mechanikája, hogy mikor mit mondok. Mert hogy hogyan. Na, fel kell jutni. Amúgy ez a rész nem tűnik maga olyan nyomornak. Kiengedjük a állatkákat? Nyilván. Ja, nem kiengedjük, hanem a kocsival fogunk felmászni. Aha.
He knows the bite. He must be avoiding. Jó, ez eddig oké. Okay. Azt hittem, kiengedjük a csirkát. De nem. Oda néz, hogy visszük. Aha. Nagyon szép volt a Phoenix amúgy. Na. Aha. Te nagy szobor, arany szobor. Na nézd meg, ott volt a csóróság, itt meg arany szobor, meg arany cuccok. Jó, hát itt valami mutyizás van, itt valami sikkasztást érzek. Enyhén szóval. Sántít itt a dolog. Kérem ne, emberek, most mi lesz? Hol van a mester? Ki vele? Nem ismerem, esküszöm. Te kis rohadék, ez nem jó. Sisak van rajta, én nem tudok semmit se tenni. Parítja hatásosan sisak viselő ellenségek ellen, légy körültekintő és kerülde közvetlen konfliktust. Konfrontációt, jó. Igen, a sisakost azt majd később tudom, hogy le tudom verni róla. Én kerülöm a konfliktust! Olyan lendülettel húzok innen. A single coin. Aha, tele van őrökkel. Thank that bastard count for letting you die like a dog. Damn, that's an ugly Sounds like a whip. Nem így kellett volna, nem kézzel dobnom, tudom. Hát volt egy olyan figyelemelterelés, nem? All clear. Kéz. Úgy menjen oda. There is again. Te gyere már! Onnan el! Hát ez a hülye gyerek beállt oda! So I was mistaken again. Gyere már! Hát megállt ott! Szívem megáll! Láttátok? Majd most meg átosonunk. Playing with me again. I'll stop you. Nagyon jó, remélem nem marad le. Nem, beáll az ellenség elé konkrétan. Ők is Vaudint keresik. Aha, hogy most átugrok, azzal lendülettel észrevesz. Hallod? Hemzsegnek a katonák. Ezt mit csináljak ennyi katonával? Nem kell ide benézni. Van egy olyan sejtésem, hogy ez itt nem lesz jó. Miben, hogy észrevesz? Hát nem vagyunk a helyzet magaslatán. Jobbról katona, balról katona, és benn vagyunk egy asztal alatt. Ilyen romantikus. És itt hogy mész át? Ó! Másszál már! De nem! Én nyomtam az X-et!
Hát a három katonával ne húzz ujjat, hogyha puszta kézzel vagy, ebből az a tanulság. Várjál. Menj már innen, hát egyfolytában útba van a gyerek. Ez is csak nyűgnek van velem. Én értem, hogy mi lenne az egyik cél, és ha ide bejövök. Azt meg kéne dobni, hogy odafigyeljenek. Azt hiszem észrevettek! Nincs kiút! Csukd be! Megoldottam! Hát nem így kellene csinálni, de ez is egy megoldás. Na hát én is beukárnék ennyi halottól. Up there. Looks like it leads back inside. Let's find something to get up there. Quick. A disznó hogy lakmározik. Szégyen magad. There's some sort of half cut here. But it's not high enough. Aha, itt is megint szekeret fogunk mozgatni. Júj! Várjál, parítja kell. Váltsál már parítjára úgy. Ez nagyon jó. Aha. És onnan megyünk tovább? Várjál, hova kell ezt toljam? Hát ez reálisnak tűnik. Hát ez nem Roblox-os cukiság, igen. Vannak ilyenek is. Az első részét tavaly végigjátszottuk, és nagyon kíváncsi voltam a folytatásra. Várjál, ez még nem bír fölmászni. Ez sem. Vagy nem ide kéne? Hova akarunk felmenni? Hát. Nem, erre nem bír még ráállni. Várjál, nézzünk körbe, hova kéne ezt? Vagy itt akarunk felmenni, vagy hol? Ugye erről jövünk. Igen. Hát vagy ide, de csak oda szerintem, nem? Legalábbis gondolom. Igen, itt jó lehet lenni. Ilyenkor örülök, hogy szagokat nem érzünk a játékokban, mert akkor ezt biztos nem tolnám végig. Nem, nem ide kell hozni. Akkor hova? Pedig amúgy azt tűnne logikusnak. Mondjuk még talán oda is elvihetjük. Ugye nem ajánlja fel, hogy másszak. Az a baj, Villa, hogy biztos, hogy lesz egyszer olyan 6D-s játék. Nem, ide se. Hova kell ezt húzni, azt próbáljuk kideríteni, srácok. Biztos, hogy nem a tetemekhez. Vagy ja, innen ki akarunk menni, akkor lehet, hogy a végéig kell vigyük. Ne hányjál már be. Konkrétan szenved a karakterem. Lehet, hogy a végéig nézzük meg, most van egy ilyen ötletem, hogy innen ki akarunk menni, ott, ahol bejöttünk. Ez még nem egy rossz ötlet. Felütném a sátrat és piknikeznék, azaz.
lehetne érezni szavakat, akkor ez tré érdekes lenne, igen. Aha, megvagyunk, jó. Olyan sokan haltak, meg olyan... mint egy lépés előttünk járna, de hullasan nézett ki, mint a felszálltak. Szia, Niki! Mizu, hogy vagy? Itt hagytak egy ilyet. Ez beszorult. Lesz törünk? Mondom én, hogy átmegyünk egy másik műfajba. Eddig késünk nem volt a játékban, csak a parittya, meg a tüzes parittya, meg a fogalmam is mik voltak még. Sajnos nincs más választásom, penge, gyors és csendes gyilkos. Hát... de hol a penge? Most oké, hogy lett egy pengém. Jól vagyok. Na már jöhet bármi katona, azaz, igen. Végül is igen. Meglátjuk, hogy mire kell először használnom majd. Nagyon jó napunk volt Janával, sétáltunk, meg múzeumban voltunk, meg kajáltunk egy jót. Nem tudok semmit elvenni. Mond. Kettő jót. Na, kijutottunk. Még egy szimbólum. Remek, ha ezek az emberek is megbetegedtek, az azt jelenti, hogy megharapták őket. Melyik múzeumban voltunk? Na? Nem te szép művészet. Cica. Hát nem emlékszek. Hát székek. Meg... hát volt vagy 3-4 kiállítás. Az egyik a szép kiállítás. Néprajzi múzeumban. Olyan felújított néprajzi múzeumban. Igen. Mert volt egy kendős kiállítás, és Jana szerette volna megnézni. Meg mert tervezünk, meg eddig is csináltuk, csak nem beszéltünk róla. Sok ilyen randi ötletünk van, egy kaparós tábla alapján, illetve könyv alapján is. Meg most a mostani karácsonyi ajándéka is ilyen kaparós, könyves, fotós dolog volt, és majd egyszer megmutatjuk, hogy milyen az. De ilyen nagyon jó, és volt a múzeumban. Látogassatok el egy múzeumban, úgyhogy kellemes a hasznosság. Kezdenek kifogyni, úgyhogy szedjétek össze. Katonák térfelet váltottak, ez sose jelent jót. Hé, találtam varjakat. Nem tudom-e, hogy varja. Oda fent egy íjász. Oppa, itt már íjász is van. Na hát itt már bajok lesznek. Hullákat lövött a félkegyelmű. Hagyjál már, megmozdultak, amikor lőttem. De gyerekeskedj, tartsd nyitva a szemed. De volt székkiállítás, igen, viccen kívül. Ki lehetett próbálni, 20 fajta székre lehetett leülni. Mennyország a popom, viccelek. Na én elmegyek jövő héten, nagyon jó amúgy, és az 5 kiállítást, amúgy hosszú, tehát az egyik az nagyon hosszú, hogyha elolvasol, meghallgatsz mindent, meg mindent. 5 kiállítás teljes áru jegybe volt diákként 1750, 3005 felnőttnek. Ha meg csak egyikre veszel, az is tök drága, mármint relatív, de hogy akkor is 2005 fölött fizetsz, jobban megéri mindet, mindet nézzél meg. Én sem voltam még, de nagyon érdekel. Nagyon szép lett egyébként, meg felmentünk a felső részre, megnéztük az étterem részt is, az is nagyon szép. Tehát, hogy érdemes elmenni, nagyon, nagyon jó lett. Na itt meg mindjárt Dave logikázik egyet, hogy itt kiugrok, az íjász azonnal megöl. Melyik múzeumba akarsz menni, kislányom? A székesbe. És tényleg. Székművészeti múzeum. A székművészeti, ne! Ne! Ez nagyon fájt. Ez nagyon fájt. Kívül felmentünk, de rosszul lettem attól a meredek lépcsőtől. Babám! Mesélj, gyere! Amúgy én is beszédültem a teteje felelmeset, de itt van egy másik sztori, hogy jön a tériszonyos. Én tényleg a tériszonyom van, de elhatároztam, hogy felmegyek és nem leszek baba. Le kéne az íjász dobni. És fel is mentem, de nagyon-nagyon féltem. Hát el se látok odáig. Színházzal viccesebb lenne. Meg teszünk fel izét képet, de látszik konkrétan a rémület már, mikor lefelé. Igen. Jaj, nagyon félre. Ma azt még Insta sztoriba se raktam ki, de sztoriba pár képet tettem amúgy. Hát ez nem volt jó ötlet.
Az IAS vajon eltalál egy lövéssel, vagy nem tud jól célozni? Hát ez nem volt, ez meg oda-vissza ugrál, mint a hülye gyerek. Ez ellen nem tudok védekezni, azt hittem tudok. Dehogy nem! Ott a tör! Ki életemre tör! Tör által vész! De az IAS-szal mit csinálok, azt még nem tudom. Történelmi pillanat volt az előző. Az a baj, még jön egy katona, úgyhogy ezzel nem vagyok jó. De mit csináljak azzal a hülye íjásszal? Hogy tudok dobni? Nem tudok dobni tört. El is fogyott a töröm, akkor nem tudom megölni a katonát, bakker. Öld már meg! Nincsen töröm. Tudod mit? Merész a dév, ráfut az íjászra. BUM! Hát én... Elintéztem az íjászt, ez se így kellett volna 100%, de... Jegyezzétek meg, én egy másik módszert mutatok a végigjátszásra. Én nagyon rámenni. Ott a kalapács, ezzel ütöm szét. Ja, csak be tudunk bújni. Annyi szó, bújjunk be a cuccok alá. Megoldottam. Aki mer, az nyer. Vagy pedig egy gyors restart lett volna. Elvettem a köcsögöt. Figyelj, feljutottam. Mondjuk ott még hall a katona. Ezt nem kéne, hogy észrevegyen. Na most már nincs tőrünk, elfogyott. Az a kérdés, hogy hova kell menjünk innen. Ki tette ezt? Hát, ki volt az? Súgjunk neki? Nem tudom. Vajon ki tette? Finoman elosonunk. Ah, megint lelkiismeret furdalása van. Várjál, ott is egy katona. Tele vagyunk katonákkal. Jó fele jövök? Lefelé kell menni? Az ott mit csinál? Menjen innen. Oké. Hát ebből futás lesz ismételten. Menj már ki! Hallod, a gyerek az tényleg hátráltat, mint segít. Ugyanitt voltam. Tehát tettem egy kört. Hát, mi a cél? Mi a feladat? És nagyon szépen mentem egy kört. Na, ott még nem voltam. Hogy ide is be tudok slisszanni, aha. Vagy itt már voltunk? Nem voltunk. Vagy de, itt vettük fel a köcsögöt, de már voltunk itt. Zavar az az egy katona még ott fent. Annyi köcsög van.
Ó! Oh! Ebbe belefutottunk megint. Menekülj, Amícia! Az a baj, hogy... De nem jó! Vajon van olyan hülye, hogy így nem talál meg? Nem. Itt az ajtó! Hol a gyerek? Ez egy hajszálon múlt, kérem a GG-t. Meg vagyunk? They're part of it. And you're getting better at handling them. I see it. You didn't leave much alive back there. Yes. That's probably why we're still alive to talk. Aha, képességek. Tökéletes. Körültekintő, agresszívek az agresszívke. Opportunizmus, Amicia egyre ügyesebben használja a három képességét, amit gyakran alkalmazol. Menübezárása. Na várjál, agresszív. Amicia egyre ügyesebben, ja igen, környezettudatosan kihasználva a közelharc közelében azonnal megölheti az ellenséget, ha belöki a tűzbe. Aha! Az alsónál mélyebb alkimia gyorsabban készít, azt még nem is csinálunk. Amicia kevesebb zajcsap mozgás közben, így közelben lévő ellenségek kevésbé veszik észre. Mondjuk lehet a kevesebb zaj most még fontosabb lenne, mint az tűzbelökés. Nem biztos, hogy mindenhol találunk tüzet. Ebből kifolyólag. Úgyhogy én ezt szeretném kérni. Ja, hogy még nem tudom fejleszteni. Csak mutatta, hogy lesz. Jó. Legalább ezt elolvastuk, milyen képességeink lesznek. You smell that? Dead bodies. What is this place? A hospital. Ispotály. I think they used to live here. Nekem úgy tűnik, itt jól tett, nem csoda, itt mindenki megbetegedett. Sosem fogom megszokni. Nem bír elvonatkoztatni a halottaktól. Ú, szegények. Aha, mindenki fertőzött. Hol megyek ki? Gyere ide! Ah, megvan. Van egy út. Ja, bocsáss meg, ez jó étvágyat. Igen, jókor kezdte el lenni. A plektél közben enni, olyan merész. Egy még él. Na, beszélj! Lady. Hölgyem! Alice, te vagy az? Én nem vagyok Alice. De majdnem. Ígérd meg, hogy vigyázzon magadra. Hát ezzel nem mentünk sokra. Nyugodj békében. You did well. I did nothing. Let's go. Can we stop it, Lucas? You mean the bite? Yes, but if we kill Hugo... The real question is, will it stop the rats? I don't know yet. We still haven't seen one. If they're here... They're hiding enough. From the sun. Waiting. Hát, igen. Jó, nézzünk el a másik irányba. Ja, szia Baxi, igen, Baxinek írtam vissza közbe. LOL, hát akkor nem hallottad a félelmeim, ahogy mentem. És köszi szépen, csak most nem tudok hosszabban visszaírni. Kérlek, mondd, hogy jó helyen járunk, én is ezt mondom. Nem akarok még egy katonába belebotlani. Ó, de szép a kilátás. Lord.
Ez egy egész város. Ott a szimbólum, a mester abban a toronyban lesz. Egész biztos, Lucas átkelni sem gyors, rendőr beszél minden nagyobb mesternek. Jó, akkor menjünk. Oké. Okay. Jut eszembe, lehet van egy ingyen játékkódom is, amit kisorsolhat, azt neked már megvan. Hát írd be melyik játék, és megnézem, hogy megvan-e. Közben tényleg kim van, srácok, egy szavazás is, mert tervezek majd más játékokkal is játszani jövőre. Nyomjatok rá, hogy melyiket látnátok legszívesebben, vagy leghamarabb. Hát ez innen érdekes lesz. Na? Le fog szakadni. Biztos vagy benne? Nincs más út, csak légy óvatos. Amúgy ez, igen, hát ugor. Miben, hogy leszakad? Igen, azt végig is toltam a Brothers Tale of Two Sons. Jó játék volt, azt hiszem egy live alatt letoltuk, de jó volt. Szilveszteri live-ba tervezek sorsolást amúgy, mert más is ajánlott már fel dolgot, úgyhogy rendben van. Köszönöm szépen, Paxi, előre is. Na, mondtam, hogy leszakad! Hát nem szabad ilyen törékeny, rossz minőségű deszkákon lépdelni. Nézd meg, az egész le fog borulni. Ezt előre láttam. Oh. Fel tudsz állni? Megpróbálok. Oh-oh, ott van valami tüzes csávó. Kérlek, ne bántsatok. Nyugodjon meg, egy oldalon állunk. Ön itt él? Igen. Na, ott vannak a patkányok lassan! Na, jönnek a patkányok! Ezt vártad az első perc óta, vald be. Ott a sok patkány! Orszta, de hiányzott ez nekem! Irónia. Ne dobja el a fákját, amíg magánál van, nem tudják bántani. Mit akarnak tőlem? Jöjjön vissza, vissza kell jutnunk a felszínre, napfény megvéd minket. Ott a sok potkány. Nyugodjon meg, a fényben biztonságban van. Honnan jönnek? Hát az előző végén a boss fight, a legvégén az őrült király ellen, az borzalmas volt, amennyi potkánya volt. De foglalkozik, ott már volt fehér is, azt hiszem. Jövök. Oh. Hát ez baj. Aha, futunk. Hát ez mi? Szembe? Mint a Crash Bandicootban. Rendben, de el fog kapni a potkány. Későn kezdtem el futni, mondtam. Huha! Gyorsabban kell fussak. Éreztem, hát nem egyből indultam, mikor a bejátszásnak vége lett. Jó, átugorjuk a bejátszást. Érd el a déli tornyot. Szerintem a tornyot elérünk, és az lesz a mai live-nak a vége. Még magamat ismerve több mint fél óra lesz. Ezt nyomjuk át, ezt már olvastuk. Akkor futunk. Hányszor halunk meg, miközben futunk a potkányok elől című rovatunk következik. Látsz ki utat? Túl sötét van. Gyere gyorsan! Rohanok! Egyszer! Tarts! Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo! Nekünk végünk, dehogy itt a fény, biztonságban vagyunk. Hát akkor innentől jön a fákjázás, amit utáltam az előző játékba. Ki kell jutnunk, óvatosan haladjunk. Potkányoknál nem fogok rohangászni. Rengetegen vannak. Hát azt látom. Jönnek a hugói. Mocskok. Azt hiszem, jó felé jövök. Ott azt meggyújtom. Y. Azt is begyújtjuk.
Mongufták autogramot akarnak tőled. Mi történt, Leon? Eljutunk a toronyhoz. Ja, ez az, amikor jönnek a mongufták autogramot. A mongufták azért hála az ének nem ilyen patkányok. De hogy igen, adnék, inkább adnék, mint hogy tűzzel riogassam őket, nyilván. Jó, oké, ott a következő fákja. Ha meg nem érjük el, akkor az a fák. Meg... Ne! Szerintem nem feltétlen jó dolog, ha itt hagyom. De ő tudja. Vegyed el! Koszos kis dögök. Ott mindjárt kraftolunk fákját. Ja, a botok rövid ideig égnek. Nightbot, hogy van ez? Rövid ideig égsz? Most lesznek bajok. Azt be kell, hogy gyújtani, de rövid ideig ég, úgyhogy tempozzá, Amícia. Eljön az éjszaka, mikor én már nem leszek. Igen. Jó, megsütötte a kezem, és akkor bottal megyünk tovább. Igen. Tűz! Rohanjál! Amennyire tud. Jó, ezt újra, mert beleakadtam ott a csontvázba. Ez itt felesleges. Amúgy igen, cuki és okos állatok. Én már láttam patkányt élőbe, beugrott a munkahelyre, köszönt, az kiment. Láttam, hogy kiugrott a csatornából, húgy! Berohant, kirohant. Már nem munkahelyen belül csatornában, utcán levő csatornából ugrott, ez beszaladt a nyitott ajtó nyáron. Volt ilyen. Beköszönt, igen. Gyújtsad mielőtt elalszik, úgy. Jó. Jobban megy, kopogjátok le, srácok, hogy jobban megy a tűzgyújtós dolog, mint a tavaly. Fejlődtem a tűzgyújtásba. Ne lennél, te most miért kell dobni, vagy mit akar ez eldobni? Dobjam el. Ó! Ennek így nem nagy értelmét érzem. Az a másik játék, hogy kapcsolódik a sztoriához? Az első rész? Hát ott derül ki Amícia, megismerjük ezt a srácot, aki jön velünk, a Hugónak a betegsége is, akkor látom, hogy föntre kell dobni. Igen, rájöttem már, hogy a csillárt kell dobni. Illetve ott bontakozik ki, hogy ez a vérfertőzéses dolog, ami valami izé lesz, azt akarta megszerezni magának, hogy irányíthatja a patkányokat az akkori király, megpróbálták megölni a családtagjainkat, tehát hogy az az első rész, ugye így ezt nézve egy előzmény sztori, így is érthető a játék egyébként, bár az nem, hogy mi baja a Hugónak, meg minden, de így nagyjából így is lehet élvezni, de visszanézésre ajánlom, egy nem hosszú, szerintem 6-7 óra alatt végig toltam, vagy maximum 8-9, érdemes végignézni. Igen, rájöttem, hogy nincs nálam a... Ja, be akarom gyújtani a semmit. Engedd el. Csak annyira pofázok. Úgy. Ezt nézem, hogy itt most mennyire kell nekünk erre menni. Nem hiszem, hogy arra kell. Ott a létre a másik irány. Szia, Mufi Mizu! Megint megsütöttem a kezem. Megyünk a másik irányba. Tehát, hogy válaszolva azt mondom, hogy érdemes visszanézni. Fent van a csatin, igen, majd kiteszem live után. Várja, el kell dobnom, addig nem tudok felmászni. Ez veszélyes jószág lesz. Másszál! Azt mondták, a láncon levő zárat kell valahogy leütni. Én nagyon jól vagyok, köszönöm szépen.
Végre fent vagyunk, sokkal jobb. Csak kell egy kis levegő. Élvezd ki, kicsit nem tudom, meddig lesz elég. Jó. Akkor jó várakozást, Muffy, és meg jó szórakozást a haverokhoz. Most komoly egy gerenda? Nincs más út. Hát akkor egyensúlyozzunk. De ha ez is leszakad... Aha, nem szabad rajta... Hát miben, hogy leszakad a gyerek? Gondoltam. Gyerünk felfelé gyorsan. Hát, ha megeszik, megeszik. Jó, feljött. Segíts, közelednek a patkányok. Nyilván. Nem hiszem el, ez a gyerek csak hátráltat. Jövök! Jövök! Mindjárt ezt begyújtom. Hol a gyerek? Rossz helyre! Le kell essek majd, várjál. Ide leesett a gyerek is, nem? Azt mondta, kellene egy kis fény. Ezt hol a gyerek? Van egy üst az oldalamon, meg tudod gyújtani? Ja, az ott szembe. Hú, várjál, jön a potkány! Aha. Át kell oda dobjam a tüzet. Van itt Gógyi. Látod? Fejlődő képességet mutatok. Rájöttem. Kellene egy bot, hogy átkeljek. Nightbot. Most vigyek neki egy botot? Vagy nem, átdobom. Kapd el! Csak gyorsan és bátran, de ezúttal ne esjek. Gyere, ne pánikolj! Gyere, fiam! Brutus! Nagyon jó. Kiképezzük itt a srácot, egyre ügyesebb. És itt a létrán, ha elmegyünk, de várj, ezért dobjunk. Ó, gyere. Y, igen. Na, most már ne ess le még egyszer. Közeledünk a napfényhez, végre nem csak nézni fogja, hogy megölnek. Igen, tehát hogy végre most már rájött, hogy mit csináljon. Hát eddig konkrétan semmit nem csinált, ami jó volt. Ajtónyomáson kívül, mert ahhoz ketten kellünk. Mindent belakatolunk. Az, ha itt benne lenne egy tömeggyilkos, akkor megéri belakatolni. Ó, ne! Ilyen nincs, de és hú állapota minden másodperccel rosszabb. Ezért essünk még le háromszor. Egyedül nem tudsz ajtót nyomni. Nem, kell hozzá, tényleg. És megyünk lefelé, igen. Kéne egy fákja. Nem rohanok előre, tanultam az előző részből. Vannak patkányok? Nincsenek, de nemrég járhattak itt, nézni, de mennyi holttest. Frissek, közel vannak, csak óvatosan. A patkány ellen hogy megyek óvatosan? Tehát, hogy... Odaadjam a füles babám. Ja, bocsi, csak most hallottam meg, nem tudom mennyire hallatszódik bele, de ha nem, akkor nincs baj. Srácok, hallotok valamit abból, amit Jana néz videót, vagy nem? De szerintem már jeleztétek volna, mert én csak meghallottam. Amúgy, ha streamelnék, biztos véletlenül beolvasom a Nightbot is ilyen. Nem hallják, maradhat itt, babám. Jó, köszönöm. Jó, mert én hallottam, mikor most nagy csönd lett a játékban. Baxi, üdvözöl. Aha. Itt lesz a lánc, amiről volt szó, és ott lesz középütött tűzgyújtás, ide bemozdulok,
Merről fog jönni a patkány? Bemozdulok, biztos, hogy néz oda? Megmozdulok, tuti mindenfelő egér lesz, vagy patkány, mert hogy ott van fent a tűz. Hát bátra ki a szerencse, ma már bejött az, hogy berohanok mindenhova is. That smell. Ez a szag, nem ismerős, ez kén, kovács műhelyben vagyunk. Forgatjú, vagy fogantyú, forgatjú. Képzeld, már csak, már vagy 700 Charmandert kikeltettem, és még mindig nem ért Shiny Boxy, hallott pedig bíztam benne, hogy karácsonyra lesz egy. Aha, na most ide is kellő nekünk. Dave műhely, így van, kovács műhely, pontosan. De miért hátrafelé toljuk? Várjál, előre, úgy. És ez mit csinál? Ja nem, ki kell emelni, figyeld. Húzd meg jobban, menjen a munka. Ne, hallod ezt? Hát ha ezt hiányoltam, hogy hol vannak a patkányok? Hát... itt ragadtunk, Lukas. Ott egy üst elég nagynak tűnik ahhoz, hogy a termet megvilágítsa. Hogy fogom meggyújtani? Ezt akartam kezdeni, nem tudom, salétromkénnel, alkohollal, vagy amit találunk. Ó, most fogok így alkohollal gyújtogatni. Akkor most már csak találjunk egy kis alkoholt. Oda nem mászok le. Valaki egy kis pálinkával dobjon már meg. Vedd elő a lapos üveget a zsebedből, igen. Várjál, ott a kén, azt hiszem. Nem, itt semmi nincs. Flaska time. Várj, lehet, hogy már van üvegem. Tényleg már van szeszem? Igen. Kő parittyával, kő kézzel, edény. Hát, még nincs. Baxi! Babám, kénes feladat van és Baxi írja, kénytelen leszel használni. A ként. Köszönöm. Baxi azért már elég sok nem kéne. De hol van? Tehát verje a Baxi tag. Igen. Akkor nem blokkolhatod. Kén szerint minket, hogy hallgassuk a pizzeit. És tényleg. Megint nagyon kénelmetlen. Szerintem ez eléggé kénes volt. Kénes témát feszegetünk. Fizetett statiszta. Igen. Na várjál, de hol a kén? Tehát én értem, hogy gyújtsak valamivel, de nem találom a kén. Meg a szesz. Hol a szesz? Hol a szeszem, fiam? Meg ittad, mi? Viccen kívül, hol a szesz? Hát ha oda lemegyek, azok bezabálnak. Hát ezeket... ja, oda nem tudok bemenni? Ott bent, mintha lenne. Nem kéne... a kénre kenni a kénes kérdésre. Ne, hát nem lehet ezt józanul bírni. Húzzátok ki azt a dolgot. Biztos patkányok szeszélyesek. Aha, akkor ezt tovább húzzuk, csak közben jöttek a patkányok. Most ezt felfele... bár merre toljam? Várjál. Nem jó. Most ez valamit kinyitott? Nem itt nyitja a kaput? Hát nem. Megitták a patkányok, igen. Ja, ott fenn mozog a rács, látom. Aha, most bezártam. Látom, hogy azt csinálom, Baxi, csak... de akkor se tudok elmenni, tök mindegy, hogy nyitva van-e vagy nem. Most teljesen leengedem. Mindig mire leírom, rájössz, maradok a hülye vicceknél. És tényleg. De most nekem ez miért lett jó? Tehát ott ugyanúgy ott vannak a patkányok.
Jaj, mert kinyílt! Jó, semmi. Húsleves kelleni fogtartósítószer, például alkohol. Talán van abban a ládában. Rendben, de előbb foglaljuk le valamivel a patkát. Adjunk nekik is egy kis alkoholt. A disznóval le tudom foglalni a patkányt, mert megeszi a disznót, a biológia óra. Dévvel. Egyé! Le ne es, köszönöm Lucas. Azt, hogy azt mondja, hogy ne essek le, ezt megköszönöm. Na hona szesz? Hová raktátok a szeszes italt? Hát ez még így nem jó. Most kellett volna a disznót lelökni, ott a másik disznó. Sok lúd disznót győz. Arra néz. Gusztustalan. De menjél már le! Gyorsan! Szóval mi van benne? Alkoholos üvegek! Nagyon jó, több mint jó, gyere vissza. Gyorsan szedd fel az alkoholt, kislány. És ne legyél kénes, hercegnő, menjél vissza. De menjél már! Miben, hogy megölnek a potkányok? Nem látom a létrát. Ott egy létra. Micsoda szerencse, hogy alkohol van benne. Át lehetett volna benne egy csomó ruhadarab. Hát sokra mennék most vele, lenne benne egy gyapjú pulóver. Kelleni fog a második összetevő is, aztán készíthetünk egy ignifert. Ugye emlékszel ignifer, erről el is felejtkeztem. Nézzük meg a másik szobát. Nézzük meg a másik szobát, csak nem pont lesz benne egy kis kén. Szerintetek lesz benne? Kén szaga van. Ráföl csend a patkányokra, az a legjobb. Csináljak mindjárt egy molotov koktélt, ne! Igen. Ott egy forgantyú. Egy fogantyú. Gyere már föl, mert te vagy a erős férfi. Húzzad meg. Minden rendben? Dolgoztatsz engem, de azon kívül minden rendben van. Vegyed át tőlem! Hát ez hülye. Nézd, társam! Lucas, ez a te dolgod. Ezt mióta mondom neki a valóságban itt, hogy a te dolgod, Lucas, hogy itt dolgozzál, és én engem akar csicskáztatni. Köszönöm. Most le ne engedd. Úgy. Fogom. Fogjad, fiam! Most egy órára leülünk, és itt beszélgetni fogok a fallal. Na jó, nem. Na? Ezt várjál, hova kell toljam, Lucas? Lucas az agyam, Lucas! Pont ezt mondtam én is, Baxi, Lucasnak az agya is. De milyen ládát, te szerencsétlen? Ja, oda kell átmászni. Hogy elvesd a jelenlegi parancsot. Jó, Lucas, hagyd abba! Nagyon jó. Na, gyere le, Lucas, azt toljad nekem ezt a szekeret. Mely neki tolom a falnak is. Fiú, lehet kénes sampont használ. Igen. Nézd meg, megint ott áll a Lucas, és nem csinál semmit. Hát köszönöm szépen, hogy ezt is én tolom ide. Igen. Most már maradjál lent. Good. Oké, Pati. Találtál valamit? Csak vajon egy kén lesz benne? Igazad volt, tényleg kén. Kezeket fel, aki meglepődött, azt a mindenit. Na, hát akkor megvan a kén, megvan a alkohol, akkor jöhet a rájcsú kénköves mennydörgés, ugye? Remek van velünk, oké, egyik legjobb az ignifer elkészítése. Ez, hát ha más is van, miért nem mondtad? Könnyű reakcióban keverd őket. Most már az ignifer tudsz készíteni, tartsd nyomva az RB-t, igen.
Ignifert nekem. Plusz jel, Ignifer, igen. A betű. Én annyi Ignifert csinálok, amennyi alapanyagom van. Na jó, hagyjunk későbbre is. Lőj egy Ignifert az RT-be. Hát RT ellen, rendben. Oda kell Ignifer. Na, van itten Jennifer, meg Ignifer, oda a tüzet. Beszélj az ú. Varázslat. Tényleg gyorsan reakcióba lépett? Köszi Lukasz, az Ignifer nagyon hasznos. Most pedig próbáljuk meg leengedni a platformot. Tehát dolgozz. Igen. Engedd már a platformot. Vagy ahhoz lent kell legyek? Milyen platformot akar ez leengedni? Toljad meg ezt a szekérszerűt. Lelki támogat. Azt mondta a Lukasz pia kéne. Nem. Milyen platformról beszél a gyerek? Ott vannak a fogantyúk fent és az akadályok alatt. Hát, akkor én megyek le, jó? De most meg ez rálép a fejemre, hallod? Nem százas a gyerek. Oda kell Ignifer. Boom. What now? Cages. They had other beasts in there. Ketrecek, még több ketrec. Ott egy ládikó. Egy kis alkohol, meg egy kis kén. Ez a játék kényszeríti a kén gyártására. Vagy használására. Igen, akkor keressük meg azokat a kapcsolókat, amiket magyarázott a hülye gyerek. Mármint a... Igen, oda is beignizünk. Figyeld. Mennyi innen csalja haza magadnak sok potkány? Vajon mi lesz benne? Egy alkohol és egy kén. Ki gondolta volna? Ó, várjál, van másik láda is. Ebbe is ugyanaz van, a kutya mindenit. Aha. Happy Meal menü, igen. Egy kis kénes alkoholos Happy Meal menü neki. Igen. Ja, de azt le is kell verjem a sima paritjával. Várjál, most jön a neheze, hogy cserégessem a igniszt. Meg a... azt. Úgy. Igen. És ott a kalpocs. Vagy kar. Agyag edény. De nem álljon a potkány! Mi? Bármely elem kombinálta az edénnyel. Tűzes edény! Hát ez érdekes lesz. Hát legyen. Azt mondta kombinálható. Még több fényre lesz szükségünk. Hova dobjam a tüzes edény? Igen, az asztalon az edény van, Baxi, de tele vagyok az edénnyel. Belefutunk a tűzbe. Csak edény kell hozzá. Egy kis edény, alkohol és kén, és már is kész a gránát. Edény idény. Igen. Edény, edény ki a házból, szétlövöm a potkány. Mozdítsuk meg ezt a monstrumot. Gyere már ide dolgozni! Hát hány szó szóljak ennek a gyereknek? Na, mozgassad. Nagyon szép, ügyes vagy. Láda, igen, látom. Alkohol és kén. Akkor azt jelenti, hogy még ilyen ignic kell majd gyártsunk. Ott is van valami ám. Egy köcsög. Igen. Haladunk. Hogyan gyártsunk otthon gránátot, live-ot láthatják, és tényleg.
Ja, gyerekek, ezt ne csináljátok otthon, ha nagyon sok kint tart otthon anyukátok vagy apukátok, meg alkoholt, meg edényt, nem dobáljuk ám össze a lakásba. Nem szabad. Még ide bejövünk köcsögözni egyet. Igen. Na, gyártsunk olyan igniszt. Ezt hogy csináltuk? Várjál, varázslat. Oké. Okay. Gyerekek, ezt akkor csináltad csak otthon, ha a patkány invázió fenyeget. Igen. Várjál. Ott a következő köcsög, addig itt át tudok futni. Ez itt várjál, ez itt veszélyes, ha nem látom hova kell menni. Hallod? Rám jönnek a egerek. Ó, hülye vagyok. Azt be kell gyújtsam, várjál, ott a tűze. Ide látom. Parítja. Hát lehet elpazaroltam egy köcsögöt. Mármint, hogy csak az átkeléshez. Ott le kell engedjem majd a... izét? Várja, ott van valami. Ott látom, hogy van egy desznyó. Mondjuk kártüzessel, de... Hogy kapcsolom ki a tüzet? Várjál. Adjad a kén meg az alkoholt. Igen. És itt hova? Lát valaki valami fölmászható dolgot? Ja, a lépcső. Lát valaki fölmászható dolgot? Konkrétan egy lépcső nem veri ki a szemem. Várjál, még innen is lopunk alkoholt. Vagy mit lopunk? Mit vettél el? Edényt! Nagyon jó. Ott is még minden alapanyagra szükségünk le, túl sok köcsögünk van. Jó. Lukaszt mostan toljad meg! Én maradok, te intézd a másikat, mi történt, elfelejtettem, próbáljuk meg még egyszer. Igazából csak elengedtem az Y-t. Úgy. Nagyon jó. Ez az. Hagyd el az aréna föld alatti területét, ez a feladat. Gyere ide! Ott megyünk fel. Ez a mali, ilyen liftet minden házba. Legalább nem fázna, amíg fölérsz a lakásig. Tudod, mit jelent ez? Tudom, átéltük már egyszer. Te is láttad, hogy nekünk támadtak? Meg hogy viselkedtek? Sokkal gyorsabbak. Igen. Fürgébbek és okosabbak. Csak találjuk meg Vaudin mestert. Nem kell többet egyedül szembenéznünk ezzel. Nagyon remélem, hogy igazad van, de kétlem. Ez a Vaudin nekem nagyon gyanús. Na, itt is van egy kis szesz. És inni gondoltam egy kortyot, de nem nincs. Na, ott a kijárat. Kérlek, mondd, hogy nem kallódtunk el nagyon, és tök máshol fognak kijönni. Na, mibe? Igen, ott a torony. Kicsit közelebb vagyunk. Kicsivel, de ezzel is megelégszem. Hát még nem vagyunk a toronyba. Azaz, kis metaxás láda. Valószínű az is lesz. Nem látom a jelét a zsoldosoknak, reméljük, az azt jelenti, hogy inkább siessünk. Jó, siessünk.
És innen csak fussunk el a toronyig, legyen már egy ilyen kis kedvező játék. Rendben van, Baxi. Milyen szép hely lehetett patkányok előtt. Igen. Köszi szépen. Zöldséges kell. Na, egy kis mákot is viszünk, vagy mi ez? Vesz egy mászt a növényt. Te meg mit csinálsz? Bárki is ültette, ide már nem fogja a húgó imádni, fogja a hajamba, tűzze majd régen is. Ez például egy visszautalás az előző játékra, hogy akkor is virágot tűztünk Amícia hajába. Hatalmas visszautalás. Minden túl nyugis, ez így gyanús, de nem? Várjál, láda, érdemes szétnézni amúgy, mert alapanyagokból volt az előző részben, hogy hiány volt, mert nem szedtem össze sok mindent. Na, egy kis kén meg alkohol. Hát ezek itt csak ként és alkohol tartottak mindenhol. De jó a zene. Ilyen Xboxos PC-re csatlakoztatható USB nélküli kontrollerrel. Egyre közelebb kerülünk a toronyhoz, ez az utolsó nekifeszülés. De ott már hallom a potkányt, vagy valamit, ott lesz valami. Úgy tűnik legbiztosabb helynek, a rend még mindig olyan hatalmas. Akkor talán megmentetik Hugo-t. Na nézzük meg. Igen. Hát itt már nem kellemes a zene, itt megint lesz valami. Ott a tűz. Gyanús, hogy ide ki fognak törni a potkányok. Hány ember halt meg itt? Ezt nem tudom, de bújjunk el az ide. Már rég voltunk asztal alatt. De igazából semmi elő nem bújtunk el, úgyhogy... Csak bemásztam, megnéztem, hogy van egy kis morzs, hogy egyek, de nincs. Lemegyek, lesz valami? Ott van valami. Ah, egy kés. Nem túl bíztató. Várjál, magas fű, itt katonák lesznek? Hollók? Mondom, hogy katonák! Ezt gyorsan kikövetkeztettem. Tényleg a toronyban van, hamarosan beveszik őket, nincs esély. Hát gyerünk fel. Ezt mindjárt belefutunk egy katonába. Indul a lopakodó üzemmód. Ott egy láda. Kifosztom a katona ládáját. Milyen van a katonájának? Hát a kén meg alkohol, hát ki gondolta volna, nem? Levadásztam a katonát szerintetek, vagy próbáljak lopakodni, mint ahogy kéne? Ezt telibe kaptuk. Nyertem. Hát akkor ezzel eldőlt a sorsunk, srácok, megyünk harcolni. Ki gondolta, hogy Davian lesz, nem ilyen rámenős? Aha. Gyújtós falat most nekem minek? Basszus, ez hülye ötlet volt bejönni. Ne kiabálj már! Nem fog megszűnni a Roblox Lich King, kitette a Roblox hivatalos oldala, minden évben bejátszák, nyugalom, chill, hivatalosan be van jelentve, hogy minden évben bekamúzzák, nem fog megszűnni. Nyugodtan szabad vásárolni. Ne! De ne már! Hát nagyon szépen elmenekülök meg minden, és feljönnek a semmiből a patkányok.
Hát ez mi genyóság? Hát még tűz se volt a közelembe. Erre nem voltam fölkészülve. Kikérem magamnak. Akkor azért volt ott a tűz. Hát így már összeállt a kép amúgy. Így már értem a tüzet. Csak azt nézem, hogy akkor honnan fogunk mi innen menni. Mondjuk lehet a disznókhoz bejönnek, nem? Ez hülyeség. De várjál, a katonákat megölik ám a patkányok. Ez baj. Oké. De közben a másik az leszed. Na, védekezés meg volt. Alkohol volt a katonánál. Műszakban nem iszunk. Ha? És akkor innen kell kilogikázni, hogy hogyan tovább. Valószínű, hogy arra kell menni a kapu felé. Valahol voltak... izék. Botok. Hol vannak a botok? De emlékeztek, hogy találtunk botot. Még mondtam is, hogy minek a bot. De itt egy láda. Nagyon jó. Még kén és alkohol. Valószínűleg azt akarja, hogy robbangatással menjünk beljebb ezek szerint. Az ott ellenfél? Az hát. Jó étvágyat. És azzal ott mit kezdjek? Ott a bot amúgy. Most én oda bedobok egy tüzes ignis akármit. Hey you, what's wrong? Dead. The killer's around. Nem tudom, hova kéne menjek. Amíg a katona ott van. Ez egy instant halál lesz, srácok, amúgy. Már most mondom. Nem tudom meggyújtani. Mondom, hogy vége. Na ide, srácok, jöhetnek az ötletek, mert fingom nincs, hogy kell átjutnunk. Dobjak vajon be? Nagy tüzet? De a katona nem hal bele a robbanásba talán, vagy hát nem tudom. Ez egy jó kérdés, és így dilemmázgatok. Oké, Pati. Én meg épp szarba vagyok. Ott volt egy fákja, ahol meghaltam. Hol? Mármint egy itt bent, közép itt. Vajon meghalnak a tűztől? Hát nem. Ezzel nincs baj, a másikkal mit csinálja. Lassim
Meg kell ülni. Nem bírom leszúrni. Mivel nincsen tőröm. Gyorsan egy ignit. Hol volt a fákja? Megölnek a patkányok, nem jó. El kell mennem mosdószünetbe, srácok, addig benyomom a szünetet, nem lesz 10 perc, és kérlek agyaljatok ezen a részen, mert ötletem nincs itt, hogy kéne. Én nem láttam a fákját. 3-4 perc és folytatjuk. Itt is vagyok, milyen éles váltás a zene a játékhoz képest. Mondtam, hogy el fogom mondani, hogy holnap mi várható. Már is nézem. Holnap délelőtt Genshin Impact, és kora délután az ilyen délkörüli váltás Fall Guys. Tehát Genshin és Fall Guys lesz holnap, de Pati is beírta, köszi. Mindig úgy szoktam, a tagok már ugye látják előre, és mindig az előtte levő live vége fele szoktam bemondani. Na, hát próbáljuk meg újra. Van-e ötlet, hogy hogy kéne itt átmenekülni, mert a katonát nem fogom tudni megölni, itt az a legrosszabb. Na, azt egy bácsa? Azt be tudom majd gyújtani, mondjuk. Ezt tuti ledobom. No time to waste. That sounded odd. És akkor ott át tudok futni. Van egy ilyen ötletem. Not good.
itt mit csinálják a katonával, azt nem tudom. Meg hogy hol a fákja. Találtam ként. Gyártsuk le a cuccot. Ha rádobom a robbanó izét a csávóra, az vajon hat? Ma azt az őrt el kéne takarítani, mert azzal még nekünk bajunk lesz. Na és itt kéne valami fákja. Hol volt fákja, amit láttatok, srácok? Valaki írta, hogy látott. Aha. So, you hide. Don't try and run away. Oh no. Nézd csak. Ebbe vajon elég? Hát nem igazán. Ez nem fákja, hanem ez csak sima bot. De nem nagyon tudok sokáig menni. Nem jó. Nem bírom kivédeni. Nincs tüzem! Le fog csapni. Ez így nem jó. Volt egy kis kénye. Megpróbálom megint megütni, de ez így nem jó. Őt meg kéne ölni, mert így nem tudom átvinni. Ki kéne ütni a kezéből, de... Én is gondoltam rá, Ash, de nem tudom. Vagy valahol találni kéne egy kést, addig nem bírunk tovább jutni egyszerűen. Azt kéne, hogy elmenjen innen, de ez most itt észre fog venni minket. Ötletem nincs, mit csinálja. Az a baj, hogy valószínűleg egy instant halál lesz, ha én ott átfutok. Nem, nem tudom elvenni, de az ötlet jó lenne. Na ennyit erről. Mindjárt lefájtalom. Gyújtsd már meg! Nem jó, mert még a tüzet se látja. Most látta meg a tüzet. Tartsd már oda az Y-t! Ki fogja ütni a kezünkből? Figyelj, nagyon lassan haladunk így. De most mit csináljak vele? Ez is egy módszer, ahogy csinálom.
Itt nem látom a botot. Várjál. Gyere, Lukasz. De nem ár, mondom, mutatok megint egy módszert, de most mit csináljak vele? Mindjárt elég a botom. Éppen. Fú, de idegesít, hogy nem tudok mit csinálni. És nem akarom ezt a pályát újra kezdeni egy másik live-ba. De már lassan leszeretném zárni egyébként. Miért nincs egy rohadt kés valahol? Legyen benne egy kés. Kén meg alkohol, fergeteges. Be kéne gyújtogatni a cuccokat amúgy. Nem tudom, hova lett az őr. Most vett észre minket. Nem különösebben zavartatja magát. Hülye sisakkal. És itt hogy megyek át? Még mindig nem vágom, mit kéne begyújtani, meg hogy. Jaj, de csak kell egy sima átjáráshoz való tűz. Menjél gyorsan! Másszál már! Ó, basszus! De nem nagyon ejti ki. Aha, azt be kell gyújtsam. Hát így nagyon nehéz amúgy, hogy az őr folyton a seggembe van. Próbálok menekülni, srácok. Remélem büszkék vagytok rám.
Az ott mi? Nem tudom merre vagy hova. Túl sok időbe telik, hát meg ideje szarakodunk. Na, ennél jobban nem vehetett volna észre. De nem tudom, hova megyek. Ja, oda megyek, már megvan. Hol van gyorsan valami tüzes? Azt hiszem, az a kapu. Most kell a tüzes köcsög. Gyorsan! Yes! Egy időre biztonságban leszünk, megérkeztünk. Megoldottam anélkül, hogy eltüntessem az őrt. Egy kicsit hosszabb időbe telt, de megoldottam. Mi baj van? Vaudin itt van valahol, megcsináltuk. Elmúlt hónapokban, amíg úton voltunk, miután annyi minden történt Guyenben, Hugo folyton azon aggódott, hogy egyszer majd minden kezdődik előről. De milyen olyan nyugodt és csend, minden olyan nyugodt és csendes volt. És így azt mondtam neki, hogy talán vége van, hogy a legrosszabbon már túl vagyunk. Mindannyian ebben reménykedtünk. És akkor most mit fogunk neki mondani? Hogy patkányok visszatértek? Hogy több száz embert megöltek? És hogy új otthona, amit annyira szeret, már is haldoklik? Én erre nem állok készen. Erre senki sem tud felkészülni, de hamarosan nem egyedül kell ezzel szembenéznünk. Legjobb alkimista lesz a segítségünkre. Rendben? Rendben. Lehet, hogy majd meg fogom nézni másnál, hogy ki lehetett, meg lehetett volna ölni, vagy csak így cselezgetni. A rend egyik páholya. Vigyük el Vaudin mestert Hugohoz. Azt hittem vége a pályának. Ez az előcsarnok. Hogy fogunk megtalálni? Nem látok ajtót, de ezek a vasharangok érdekesek. Nézd, mindegyiken égített szimbóluma van. Nap középen bolygók sorrendje nem helyes. Bolygókat kell sorba rakni? Hogy működik ez? Minden harang alatt van egy kulcsjuk, és ez egész egy képezet. De nincs nálunk egy kulcs akkor, meg szerintem a kulcs forgatná el a harangokat, de ezúttal a parittyel is megtesz, induljunk balról. Rendben, a helyes sorrend balról jobbra. Jupiter, Mars, Nap, Vénusz, Merkur. Jupiter szimbóluma úgy néz ki, mint egy Z betű. Jó, keressük meg a Z betűt, ami úgy néz ki, mint egy Z betű. Na, a feladványokban nagyon jó vagyok. El ne hidd. Tehát egy Z betű. Azt mondta, balról induljunk. Vagy ha a bolygók sorrendjében induljunk balról. Most már nem a tüzes kell, csak a sima. Azt mondta, olyan, mint egy Z betű. Hát, de mit kell nézni? Ez nem Z betű egyik se. Hát, az már nem Z betű, az se. Hát nem tudom. Jó, hát kondítsuk meg az egyiket, hát mi történhet. Hát egyrészt el se találom. Jupiter szimbóluma Z, mint Zeus, de hát rá se akar mutatni.
ezek a szimbólumok? Szerintem Z betűt kéri, akkor kell keresni a T betűt. Aha. De várja, parikját kért amúgy is. Megvan a Jupiter, nagyon jó. Melyik a következő? Jupiterről jobbra van a Mars, a háború istene. Egy pajzsra hasonlít, helyezett dárda, jó. A Marsé pedig egy kör. Akkor ez lesz a harmadik a kör. Keressük a pajzsot. Ez a megvan. Naptól jobbra olyan, mint egy nyaklánc. Igen. Olyan kört keres, ami lefelé valami. Ez az. Kereskedelem Isten olyan pálcával ábrázolják, ami két kígyó fonódik át. Ez az. És nyílt az ajtó. Szép munka, most pedig keressük meg a mestert. Köszönjük. Háttérnevetések. Hú, de sötét van. Vaudin mester neve Amícia, a leány. Ez magyarázza, hogy azok a melákok miért voltak olyan csendesek oda. A rendet lenyűgözte, hogy elbántál az inkvizícióval Guyenben. Nem igazán volt más választásom, nem te választottál, téged választottak ki hordozó védelmezőjének. Micsodának? Védelmezőnek ez a feladatod a renden belül. Várjon, én nem. És te ki lennél? Lucas, én alkimista vagyok. Még csak tanulsz. Tudja a mestered, hogy önkényesen kinevezted magad? Kit érdekel, a Fold ismét feltámadt, öcsémnek maga segítségére van szüksége, és a patkányok már itt vannak. Fékezd a lángodat, védelmező. Másokat már megperzseltél vele. Hozd a táskámat, menjünk, nézzük meg a hordozót. Ó. Hát nem túl kedves ez a csávó. Ott az anya. Vaudin mester, hol van a gyermek? Az emeleten. Hogy viseled? Félek. Hugo? Vaudin mester, üdv. Azonnal el kell kezdenünk, csendre van szükségem. Anya, megoldom. Vérkötelez. Innen fogjuk folytatni, srácok. Kettő részt vittünk át benne. Eddig hogy tetszik nektek? Szerintem nagyon jó lett a folytatás, már mint izgalmas, vannak benne azért bőven újítások, megvannak a hasonló elemek is. A sztorira nagyon kíváncsi leszek, grafikailag és zeneileg szerintem csillagos ötös lett, főleg zeneileg, és nekem eddig tetszik. Van, hogy nehéz, de azért szépen lassan túljutunk rajta. Igen, nagyon izgalmas az egész mechanika, mert alapvetően kicsit ilyen harcolsz, feladványokat oldasz meg, mint az előző, meg hogy bujkálsz, így ebből adódik össze, de a sztori szerintem nagyon jó, és kíváncsi leszek, hogy én nem bízok ebbe a Vaudin mesterbe. Azért mondom, hogy nem spoilerezek semmit, tehát ugyanúgy eddig nézem maximum másnál, hogy lehetette a katonával, meg lehetette ölni, meg minden jó, a törzés, azt most tanultuk, ennek örülök. Előzmény, ez az előzetes a következő részből. Lucas, gyere azonnal, jövök. Hallottam, hogy Hugo sír, mi történik, nem reagált, jól rohama van.
Micsoda, anyám, le kellett állítanod. Nem ismerjük a férfit. Amicia mindig várható volt a roham, és a férfi létező legősibb alkimista egyetem felmagasztalt tagja. Rend ismeri a foltot, Hugo nincs egyedül, én itt vagyok mellette. Amilyen gyorsan csak lehet, nadrabujára van szükségünk, hogy a remegést enyhítsük. Van egy gyógynövényárus a külvárosban, a hentes körzet másik végén, erdő szélén meg fogod találni. Na, megyünk majd gyógynövényért ezek szerint. Itt úgyis haszontalannak érzem magam. Dühös nagyon az Amicia, bár jogos. Na, szakad az eső. És akkor innen fogjuk folytatni, srácok. Kövesd Lukaszt a hentesek kerületébe. Magától mentett, úgyhogy... De azért remélem, várja, tudunk külön menteni? Remélem, lementette. Ó, most mibe mentem bele? Valamit elcsesztem. Igen. Jó, szerintem meg vagyunk. Jó, most mentett, úgyhogy a pálya meg lett, úgyhogy szerintem most jó lesz. Jó, hát én köszönöm, hogy itt voltatok. Aki esetleg nem látta a Plectail 1-et, a Plectail Innocence-t, ki fogom tenni közösségi fűre, meg Discordra is bedobom az első részt, és akkor onnan vissza tudjátok nézni, van egy lejátszási lista, amit meg tudtok találni. És akkor innen fogjuk folytatni, ugye fejezet választás, a harmadik fejezet. Úgyhogy, ja. Mindenkinek Monguftakát és további szép estét kívánok. Holnap délelőtt korán kezdünk, ez lehet 7-8 óra körül is, majd meg fogom írni még az este folyamán a Genshin Impact-tel, és utána pedig délután, kora délután Fall Guys-ozunk, mert délután moziba megyünk Janával, meg fogjuk nézni az Avatar 2-t, úgyhogy emiatt van így, hogy a dupla live az délelőtt és kora délután. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, és további szép estét, sziasztok!